Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai estén Győrben, ahol a Védantával foglalkozunk a továbbiakban is. És a címből adódóan van azonnal egyfajta kötelességem, nevezetesen rendkívül módon más a Védanta nézőpontja az igazságot illetően, mint az európai gondolkodás is. Egy másik erénye a Védantának, hogy bár nyugodtan mondhatjuk, hogy több ezer éves tudomány, még leírva is, de mai napig rendkívüli aktualitással bír. Tehát egy különleges fejezethez érkeztünk a Védanta taglalásánál. Annyiban érzem különlegesnek, hogy a témája is rendhagyó, hiszen nem megszokott dolgokkal foglalkozik. Egy másik nézőpontból nem tudunk úgy haladni benne, hogy ne vennénk észre, hogy egy egészen másként gondolkozó világban foglalkozunk a Védantával, mint ahol ez született. Tehát ahhoz, hogy lépésről lépésre, vagy hogy modulokban haladjunk, mi olyan ritkán találkozunk, hogy ennyit tudunk tenni, tisztáznunk kell azt a különleges és lényeges felfogásbeli eltérést, hogy a Védanta határozottan tanítja és állítja, és ugye mi is ezen az állásponton vagyunk, különben nem állnánk itt, hogy létezik abszolút igazság. Ennek a jelentősége óriási, hiszen ha valaki nyugati vagy akár magyar egyetemeken tanul, az pontosan tudja, hogy akár milyen tudományággal foglalkozik, minden szempontból vitatott, hogy létezik abszolút igazság. Mellérendelő, relatív, átmeneti fontosságú igazságokról van szó mindenféle képzésben. Nyugodtan mondhatjuk akár azt is, hogy az egyik tudós arra törekszik, hogy a korábban létrehozott tételeket, állításokat vagy kísérleteket legalább tovább fejlessze, vagy tökéletesen megcáfolja. Ez egy egészen más tudományos hozzáállás, mint ami a Védantát jellemzi, ami az elején kifejti, hogy lényegileg van abszolút igazság körülöttünk és bennünk is. Na most, ha egy ember ebben teljes mélységgel tud gondolkodni és előre haladni, az az élet célja tekintetében és a választott eszközök tekintetében is rendkívül módon másként éli meg az életet, fogja fel a saját emberségét, mint át, vagy akár az egész bolygónkat és a teremtett világot, mint a most divatossá vált nyugati gondolkodás. Hát nem tudom, kinek divatos, de minden esetre általános diadalra jutott. Úgyhogy ezeket előjáróban el kellett mondanom, bár amit szanszkritul úgy hív a Védanta, hogy Brahman, tehát abszolút igazság, vagy abszolút önmagában a létezés teljessége, és azt mondjuk róla, hogy avamanasza gócsaram, vagyis szavakkal és elme által leírhatatlan, ennek ellenére a Védanta azonnal használ három szót, amit ugye Győrben is már említettünk a múltkori alkalommal, nevezetesen, hogy szacsitánanda, tehát jellemzi az öröklét, az abszolút tudás, és az üdvösség vagy boldogság. Ezt a hármat, ha az ember végig gondolja, akkor valóban megkaptuk egy-egy szóval leírva az abszolút három legfontosabb pillérét. Tény, hogy ezzel még egyáltalán nem bizonyítottuk, de mutatja, hogy melyik irányban tudunk előre haladni. Nos, akkor kérném szépen az első képet. Annyira komoly írásról van szó, hogy nem térhetek el attól, hogy időnként eredetiben kell egy-egy verszakot vagy slókát ugye idéznem. A Brihadaranyaka Upanishadnak elhíresült, úgy hívják, hogy Mahavákja. A Mahavákja körülbelül azt jelenti, hogy hatalmas igazmondás. A Mahavákja nagyon híres sora. Azt mondja, hogy aszittad átma namavavét aham brahmaszmi. Ezt az aham brahmaszmit, ezt mindenki hallja, olvassa, amióta védikus kultúra létezik. Hát ebből fogunk kiindulni, hogy mindenek előtt ez a testben észlelhető én valójában Brahman. Ezért csak is így ismerheti magát, Brahman vagyok, ugye szanszkrit nyelven aham brahmaszmi, én vagyok a Brahman. Tehát az első percekben abból indulunk ki, hogy nem testelmének fogjuk fel magunkat, vagy az embertársainkat, hanem lényeges és óriási különbség, hogy nem adjuk fel azt a koncepciót, hogy amennyiben az abszolútat keressük, az teljes jogosultsággal saját magunkban is kereshetjük. Tehát ha elfogadjuk, hogy van egy transzcendentális kiindulópontja a létezésnek, és annak célja, szándéka és akarata és más jelzőket is használhatunk, akkor filozófusként elfogadhatjuk, ez nem kötelező, hogy nyilvánvaló, ha van abszolút igazság, akkor az emberben lévő tudat sem lehet más, nem eredhet máshonnan, mint maga az abszolút igazság. Tehát nem csak azt ismerjük el, hogy az anyag és az energia bár általában változik, de mégis mutat valami folyamatosságot, szinte örökké valóságot,
hanem a Vedanta alapállása az, hogy ennél magasabb rendű a tudat, és hasonlóan igaz rá, ráadásul nem mutat változatosságot, hogy örökkévaló, szanszkrit nyelven avjajam. Mivel a Vedanta egy praktikus mű, egy tanári kézikönyv, ugye a Vedanta szutráról beszélünk, azt mondjuk, hogy Vedanta az valójában a 108 upanisádot jelenti, és szó szerinti fordításban a tudás végét, ugye Vedanta. De amiben mi haladni tudunk, az a Vedanta szutra. A szutra azt jelenti vezérfonal. Tehát egy-egy nagyon fontos és jól remélhetőleg jól kommunikálható részét kivesszük, kiemeljük egy-egy ilyen estén vagy előadáson, és próbáljuk praktikusan, gyakorlati módon megközelíteni. Ahhoz, hogy valaki tapasztalja azt, amit a Vedanta állít, hogy transzcendens létezők vagyunk, ahhoz valaminek történnie kell, ami nem ateizmus és nem is vallásosság. Döntően valamilyen praxis. De nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy transzcendens út, és mégis folyamatosan tapasztalatokkal gazdagodunk. Ezen fog kialakulni a tudás és a hit, és készülünk fel arra, hogy végül átéljük azt, amit egész életünkben keresünk. Tehát furcsa módon, ha valaki tapasztalni szeretné legbensőbb önmagát, erre elég egy ember élet. Tényleg azt mondani, hogy a teremtett világ kiinduló pontját, ha nem csak az ősrobbanásban hiszünk, tehát az abszolút tudatot egy rövid emberi élet alatt kifelé haladva empirikusan tapasztalni vagy megérteni szeretnénk, enyhén szólva hiú remény. De azt mondja a Vedanta, visszafelé nem, mert ha megértettük a kiinduló pontot, hogy az a lény, aki te belül vagy, az ugyanaz, mint aki mindeneket útnak indított, arra viszont elég lehet egy jól felhasznált, komolyan vett emberi születés, egy emberi élet, hogy önmagunkban ezt tapasztaljuk. Például az Isopanisád azt mondja, hogy Om Purnam Adah Purnam Idam Purnar Purnam Udacchate Purnasya Purnam. Ugye, nem folytatom, a lényeg az, hogy a Purnam szót érdemes megfigyelni. Azért, mert a szöveg azt mondja, hogy az abszolút igazság teljes és tökéletes önmagában. Ezért valahány rész árad ki belőle, az is teljes lesz és tökéletes önmagában. Azért haraptam el a szót, mert megérkezve az emberhez, ugye nekünk nagyon sok dolgunk van ma este, legalábbis nekem, hiszen ha nem érek körbe, akkor a levegőben lebeg a téma. Tehát legalább egy fejezetet érdemes lenne végig, ki tudja, mikor tudjuk folytatni ugye Győrben. Tehát röviden, akkor az emberben lévő centrális, halhatatlan, transzcendentális középpont is Purnam. Kérdezem, hogy követhető. Például a Bhagavad Gita ezt érti az alatt, hogy minden rajtam nyugszik, mint gyöngycsor a fonálon. Tehát igenis létezik bennünk egy olyan transzcendens középpont, ami ugyanúgy leírható a Szatcsitánanda három fogalmával, az öröklétel, a tudatossággal és az abszolút boldogsággal, vagyis már is sejthetjük, hogy úgy tűnik, hogy ez a bennünk lévő lény, ez nincs rászorulva a külső világ gyönyöreire, vagy annak az állandó és folyamatos élvezetére. Tehát hatalmas különbség. Szép magyar nyelvünkön, ha van lélek, és ez a lélek valóban jelen van az emberben, ennek nem biztos, hogy az az érdeke, mint amit a modern ember életcélként ki tud tűzni a maga számára. Ez egy nagyon érdekes dolog szerintem. Ugyanakkor ennek ára van. Nevezetesen csak azt tudja saját magában tapasztalni az abszolútat, aki eléri azt, amit úgy hívunk, hogy rendíthetetlen egyensúly, ugye a szanszkrit nyelven szamat van. Ez Patanjali tanításában is jelen van, nem csak a Vedanta szutrában, de ugyanúgy megtaláljuk a Bhagavad Gita-ban. Például az 5.19 is azt mondja, akinek elméje rendíthetetlen egyensúlyban van, azok már legyőzték a világot. Hibátlanok, mint a Brahman, és így ők már a Brahmanban vannak. Tehát úgy tűnik, hogy valami súlyos tudati problémánk van önmagunk és a világ értelmezéséhez vezető úton. Valaminek nem vagyunk sem képességben, sem tapasztalatban a birtokában, és furcsa módon nem megtanulnunk kéne valamit, hanem el kellene érni egy olyan állapotot, ahol a felsőbbrendű tapasztalás elérhetővé válna. Nem tudom, hogy követhető-e, tehát ebbe próbálunk belépni. Például ehhez csináltam egy képet, kérném szépen a következő képet. Tehát azt mondhatnánk egyszerű szavakkal, hogy az egyensúly legyőzi a világot, csak hogy a világot úgy hívjuk szanszkritjában, hogy mája, ugye illúzió. Egy olyan megtévesztő energia, aminek a valósága kétségbe vonhatatlan, tehát egy félreértést tisztázva nem arról van szó, hogy egyáltalán nem létezik az anyagi teremtés, vagy hogy az nem része az abszolútnak, hanem van egy óriási probléma vele, hogy folyamatosan változik.
A folyamatosan változó anyagi világot követő elme nagyon komoly bajban van, mert nem tudja véglegesen meghatározni magát, tehát újabb és újabb próbálkozásokra kényszerül, ha szeretné valahogy ezt a definíciót megvalósítani. De ebből következik, hogy az illúzió praktikus módon úgy is leírható, még megbillent egyensúly vagy egyensúlytalanság, filozófiai értelemben kétség vagy kettősség. Ennek a jelentősége hallatlan. Itt ezen a képen az a lényeg, hogy ide középre betettünk egy ingát, ugye, ami az egyensúlynak a szimbóluma. És voltak éppen, ha azt mondjuk, hogy egyensúlytalanság, vagy illúzió, kétség, vagy kettőség, akkor világos, hogy kell lennie két végpontnak, egyébként olykor hatalmas távolságra vannak egymástól, máskor sokkal közelebb egymáshoz, ami között az elme ingadozhat. Ezt, ha valaki már tanulmányozta a védikus írásokat, sokszor úgy írják le, mint a három kötőerő. Ugye általában a szatvát jóságnak fordítják kisé vallásos értelmezésben. Szó szerint jelentésben valami, ami tiszta és ragyogó, vagyis fénytermészetű, igazából a tudat körüli intelligens, tökéletesen intelligens és tudatos téridőre utal, amiben az egyensúly megvalósul. Amikor az ember kimozdul, az mindig két dolog miatt van, az egyik a vágy, a másik pedig a gyűlölet. Hogyha idézünk hozzá egy verset, az így hangzik, az illuzorikus energiával, májával társulva az élőlény különféle formákat öltve jelenik meg, élvezve az anyagi természet minőségeit, elfogadva az anyagi feltételeket, az élőlény végül az én és az enyém, aha, mama felfogása szerint gondolkozik. Tehát mi történik, ha társulni kezdünk az anyagi világgal, ugye az illúzióval? Az anyagi világban megjelenve kialakul bennünk egy összetett, de nem túlságosan bonyolult viselkedési mód. Az egyik, hogy a másik létezőről vagy entitásról való felfogásunk is eltorzul, nevezetesen azt hiszük, hogy különbözünk egymástól. Tehát ego az pont azt jelenti, ahamkára szanszkritjában, hogy énképző, hogy te és én, mi, bár itt jelen vagyunk ebben a teremben, de azt gondoljuk, hogy alapvetően különbözünk egymástól. Ez egy óriási dolog. A másik, hogy ebből adódóan a boldogságról alkotott, eredetileg brahmanikus vagy lélekből, átmanból adódó felfogásunk is teljesen megváltozik, azt fogjuk gondolni, hogy csak azt élvezhetjük az anyagvilágban, amit birtoklunk. Tehát aki vagy ami a birtokunkban van, az ezáltal élvezhető is. Minden olyan dologról, amiről azt kell gondolnunk, hogy nem tudjuk megszerezni, arról le is mondunk, mert úgy fogjuk fel, hogy az nem élvezhető. Vagy ez nagyon érdekes. Tehát amikor az inga kimozdul a rajasz irányába, a szenvedély irányába, akkor valamilyen vágy keletkezik, elindul bennünk valamilyen akció, hogy azt megszerezzük, és nem az egyensúly jön létre, hanem egyfajta harc vagy küzdelem, hiszen azt fogjuk tapasztalni, hogy pénzre, szerelemre és hatalomra mások is vágynak. Úgyhogy igencsak sokan leszünk a tülekedés ország útján. Ebből adódik az az óriási közösségi diszharmónia, ami most jelzi a modern emberiséget. Tehát elég csak bekapcsolni egy híradót. Tényleg ennél zaklatottabb elmeállapotban, modern korban az emberiségnek még nem kellett élnie. Ráadásul, mint egy gyerek, nem érti, hogy ezt ő hogyan hozza létre. Tehát borzasztóan érdekes, hogy fogalma sincs arról, hogy milyen kockázatot jelent egy egyéni vagy közösségi egyensúlyban való megbomlás. Remélem, hogy idáig követhető. Tehát ez a szamatá vagy egyensúly minden ősi és korban hozzánk, tehát akár Aurobindot is említhetném, mester alapfeltételként szabta meg. Na de akkor fordítsuk meg a dolgot, hogyan lehetne elérni az egyensúlyt. Tehát ahhoz több dolog kell, az egyik, hogy legalább azt kell feltételeznem, hogy nem a testelme vagyok, hanem van bennem valaki, egy felsőbbrendű, örökkévaló, transzcendens természetű lény. A másik, hogyha ez van, akkor lehet, hogy az anyagi világ ajánlatai nem is olyan fontosak, mint gondolnánk. Ugye? Tehát el tudunk távolodni azoktól a dolgoktól, amelyekért, most direkt így mondom, az egyszerű emberek százmilliói élnek, vagy élni akarnak. Ugye? Az egyik embertípus az élvező helyzetben van, a másik meg kell áll tengereken, meg pusztaságokon, meg mindenen keresztül, mert ő is élvezni szeretne. De mind a kettőre jellemző a gazdagabbra, és ugye a nyomor elől menekülőre ugyanaz az illuzórikus vágy, hogy valami olyasmit szeretne élvezni, ami egyébként nem méltó az emberhez. Ez nagyon-nagyon, tehát az ember nem erre van kitalálva,
ezt az alacsonyabb létformák is elérhetik, tehát szaporodhatnak, táplálkozhatnak. Mi éppen néztem a mókusokról szóló filmet, egy osztrák dokument, olyan takaros kis házat meg odukat építenek, hogy mínusz 40 fokba is állja a sarat, ráadásul két kiárata van. Szóval, és csupaszon születnek a kis mókusok, és igenis olyan képességeik vannak, hogy simán megoltalmazza, tehát szóval nem akarok krisztusi példákat mondani, de tény, hogy minden létforma képes arra, hogy valamilyen menedéket találjon magának. De csak egy létforma képes arra megérteni, hogy mi fenyegeti az ő létét, ez pedig az ember. Jöjjön a következő kép, egyben egy modúra is rátérnék. Logikus kérdés, egyébként ugye a Vedanta feltételezi, hogy a kereső a következő lépésben az a következő ide vonatkozó kérdést teszi fel. Hogyan létezhet az abszolút a relatívba? Tehát azt mondhatja valaki, hogy rendben van, te fölvetetted, hogy van Brahman, vagy Paramatma, tehát abszolút igazság, meg van Atman, ugye a lélek, vagy legfelsőbb tudat bennünk is, akkor azért érdekes lenne, vagy fontos lenne arról is beszélni, de hogy kerül ez a létforma, ez az abszolút tévedhetetlen lény, egy ilyen korlátolt valamibe. Nagyon érdekes, nem ebben a fejezetben tárgyaljuk meg, még hogyha kicsit szigorúnak is tűnik a téma ma, amit fogunk venni, alapvetően a Vedanta egy pozitív szemléletű mű, abszolút derűs, és nem azt gondolja, hogy az ember egy síralomvölgybe jelent meg a Földön, és szenvedésre van, de tehát nem az Ádám-Éva szisztémát, vagy az ábrámi vallások frusztrált, de egyébként mégis mindig az anyagot hajszoló vallásosságát követi, hanem azt mondja, hogy le lehet győzni a szenvedést, de úgy nem, hogy nem tudjuk, hogy mi végre vagyunk itt, nem tudjuk, hogy mi okozza a bajt, és nem tudjuk, hogy milyen eszközeink vannak a gyógyulásra, vagy a siker elérésére, de egyébként az ember, és akit hordoz, az ánandára van ítélve. Tehát gyönyörre, boldogságra vagyunk teremtve. Ennek van egy dinamikája, amit az ember elérhet, hogyha még egyszer térjünk vissza a legfontosabb alapokhoz, valahogy rájönne arra, mi az, hogy egyensúly. Ugye egyensúly azt jelenti, hogy egyenlő távolság valamitől, ami felizgat, vagy hogy mondja a magyar, kizökkent minket. Ugye most a mai emberiség retteltesen ki van zökkentve. Ugye egyéniségként is gondjaink vannak, és problémáink vannak. A közösség meg nem létezik, tehát ha nincsen közösség, különösen Európában nincsen közösség, nem értelmezhető, ami itt van. Ebből a szempontból a közösségi vagy társadalmi egyensúly sem hozható létre. Tehát nagyon nagyot kéne lépnünk előre, hogy ez ne hasonl ennyire ránk. Szóval a lényeg, hogy ez a legfelsőbb lény egy pozitív oknál fogva ölti magára a finomabb és durva fizikai formákat, amit ígérem, hogy a következő fejezetben megtárgyalunk. Ugyan szerintem nagyon izgalmas és gyönyörű dolog. Tehát nem a szenvedés megsokszorozása véget vagyunk emberek, hanem kicsit kezdőként eleinte még túl sok a szenvedés és a probléma. Lassan olcsódunk fel arra, hogy kik is vagyunk mi, és mi az, akit, vagy ki az, akit mi hordozunk. Ugye a szenvedés az valójában nem is a születés és halál eredménye vagy folyamánya, hanem a tudatlanságnak, szanszkritől az avidjának a következménye, a nem tudásnak a következménye. Ha helyes tudás birtokába kerülnénk, és helyes eszközökkel törekednénk, rájönnénk arra, hogy fantasztikus dolog embernek lenni, és csodálatos létezni. Ugye a Szókratésznek van egy ilyen hálálkodó imája, amit most nem mondok végig, tehát felsorolja a létformákat, és valósággal újjong, ugye egy különleges tudású és tapasztalatú mester, és áldja a teremtőt, hogy embernek születhetett, mert rádöbben arra, hogy mire vagyunk kiválasztva a legjobb értelemben. Még akkor is, ha most ez nem úgy tűnik, meg nem tudunk úgy viselkedni. Tehát ez egy lényeges dolog, hogy egyfajta teljesen szándékos és tudatos alámerülést hajt végre a tudat a finom és durva fizikai teremtésbe. Itt rehabilitálnunk kell a női energiát, kicsit az Advaita Vedanta. Ugye a Vedanta Sutra, azért haladunk az újabb kiadással ennyire nehezen, mert igyekszünk becsületesen megnyilvánítani, mert háromféle magyarázat vagy nézőpont létezik, alakult ki a Vedantával kapcsolatban. Ugye van egy teljesen advéta, nem kettős nézőpont, amit alapvetően Sankaracharya fémjelez. Van egy szintén visista advétának, tehát exkluzív vagy különleges nem kettősség filozófia, amit Ramanuja, ami ugye a Paramatmából vezeti le, de ez majd a vége felé, ha haladunk. És van egy harmadik nézőpont, amit elsősorban azok ismernek, akik például a Krisna tudat mozgalommal találkoztak, ami teljesen teista vagy dualista nézőpontot képvisel,
Én mind a hármat képviselem, mert minél jobban megismeri az ember és megszereti ezt a művet, látható, hogy megvan benne az az egyetemes bravúr, hogy voltak éppen mind a három magyarázat igaz, nézőpont kérdése, hogy mikor melyikhez közelítünk. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az abszolút igazság a Brahman, az avyakta vagy megnyilvánatlan állapotból megnyilvánultba kerül, egyszerű szavakat használnak, valahol föl kell venni a fonalat, azt nem teheti másként, mint két legfontosabb összetevőjére változik át. Ezt hívjuk úgy, hogy felemelnétek a Számkhya című könyvünket? Ugye, hogy ebben van, ugye 70 verszak a világ legnehezebb filozófiája, meg lehet világosodni 70 verszak alatt, de rendkívül nehéz magyarázatok nélkül. Nincsenek történetek, nincsenek mesék. Maga mondja a mű a végén, hogy semmilyen magyarázatot és semmilyen példabeszédet nem alkalmazott, vagy sikerül valakinek megérteni ezt a száraz és tárgyalagos abszolút igazságot, vagy nem. De mi azt emeljük ki belőle, hogy ugye az Advaita nem kettős nézőpontból a Brahman van, ugye, mint Szacsitánanda. De azt mondjuk, hogy a teremtés megnyilvánult, ezt mondják úgy, hogy vyakta, ugye a szanszkrit nyelvben a szó elején van a fosztóképző, az mindig a betű. Tehát a vyakta nem megnyilvánult. Vyakta megnyilvánul. Ha megnyilvánul, vagyis az a terve, hogy észlelhetővé váljon, ehhez, hogy egyszerűen értsük, nem teljesen így van, de ezeket az ember jól érti, mert a férfi és a nő mutatja be az emberiséget. Tehát ezen tudunk gondolkozni. Ugyanígy a purusa és a prakriti fogalmakkal elkezdi tárgyalni a megnyilvánult vagy észlelhető abszolút igazságot. Ez esetben a férfi elv lesz a változatlan tudat. És a női elv, ugye az indogermán nyelvek a szanszkritből származnak, a praklitiből, mindenki hallja a praktikusat, hogyha akarja. Tehát gyakorlatias, természetes egyébként azt jelenti, hogy természet, szó szerint az, hogy prakriti. És a prakriti finom és durva fizikai rezgése vagy energiája burkolja be az örökké való transzcendens tudatot, úgy, ahogy rajtunk van most különféle, mondjuk akinek melege van kevesebb, de különböző rétegekben ruhanemű, hasonlóan az örökkévaló transzcendens tudatot, egy szintén örökkévaló, de folyamatosan változó energia fedi be a prakriti vagy a női oldal. Ugye ezt érdemes megjegyezni. A nem avatott szemlélő számára úgy tűnik, mintha a lélek vagy átman elveszne ebben a befedettségben, és az eredmény, hogy valóban az emberiség döntő része ma nem lát át ezeken a fájtlakon, ugye májá fordítható úgy is, hogy fátyol, az illúzió fájtla, nem lát át ezeken a tudati rétegeken. Az eredmény, hogy aki nagyon-nagyon kezdő, mert ugye a Vedanta senkit sem vet meg, és senkit nem néz le, hiszen mindenki csak az idő választ el attól, hogy fejlődjön, vagy tovább lépjen. Tehát röviden az emberiség döntő többsége azt hiszi magáról, hogy ő ez a test és az agy. Semmi más nem tud elfogadni, még értelmiségiek sem. Az valójában egy rendkívül különleges pozíció, amikor egy kicsit tudunk gondolkodni vagy töprengeni ezen, hogy nem-e talán az a probléma, hogy nem rendelkezünk azzal a szellemi erőnléttel, ami át tud hatolni ezen ismeri valaki a Pausz papírt? Annak idején, mikor 30 év ezelőtt kezdtem el könyveket kiadni, és hirtelen édesvíz kiadót, mikor alapítottuk, rettenetes ára lett a filmnek. Tudjátok, akkor mindig filmre vittük a könyveket, és egy dobozban filmekre levilágítva adtuk le a nyomdának. Hát milyen a magyar? Egyszer csak kitaláltuk, hogy Pausz papíron is ki tudja nyomtatni a nyomda, de az fillérekbe kerül a filmhez képest. Ugye? Mert a Pausz papírnak is van egy fedése, de valahogy egy kicsit mégis áttetsző. Tehát ehhez hasonlóan a filozófiai szinten lenni a jógához vagy a védantához képest azt jelenti, hogy értelmileg értem. Tehát van valamilyen derengés, de pillanatnyilag nem tudok átlátni rajta. Viszont ahogy fokozzuk önmagunknak és a külső világnak a helyes eszközök általi megismerését, azt vesszük észre, hogy erősödik a fény, és vékonyodik a fátyol. Követhető ez a hasonlat? Tehát ténylegesen, ha az ember kitart és komolyan próbálkozik, akkor saját maga tapasztalatokban gazdagodva halad előre, nem pedig mások meséi vagy könyvek. A jóga nem élte volna túl az évezredeket vagy a Vedanta, hogyha nem lett volna egy-egy évszázadban mindig néhány nagyon is sikeres, nyugodtan mondjuk ki a dologban megvilágosodott, felemelkedett lény vagy mester. Tehát ez egy fontos dolog. Tehát nem most beszéljük meg, hogy miért száll alá a tudat, és fogadja el önnen energiáját, és hagyja, hogy ez beburkolja, de azt azért elmondhatjuk egy kedvesnek szánt hasonlattal, hogy attól, hogy egy férfi fülig szerelmes egy gyönyörű nőbe a kedvesébe, az nem esik rosszul neki.
nem tudom, hogy érti-e mindenki. Egyáltalán nem kezdje jongani, hogy Úristen, halálosan szerelmes vagyok, és fordítva is, a gyönyörű fiatal nő egyáltalán nem szomorkodik azon, hogy hatással van a kedvesére, aki lesi minden szavát, veszi a virágot, együtt hallgatják a zenét, stb. Tehát igazából, ha az ember a szívére teszi a kezét, amikor megöregszik, és be kell vallania, hogy mikor volt igazán boldog az életében, föl fogja sorolni a szerelmet vagy a szerelmeit. Ha ez kimaradt, akkor nagyon nehéz lesz filozófussá válnia. Mert ez is része, emlékeztek, ott fejeztük be Győrben is, hogy csak arról mondhatunk le, ami egyszer már a birtokunkban volt. Tehát úgy nem lehet fellépni egy magasabb dimenzió extatikus ismeretébe, hogy nem jártuk ki a közbülső szinteket. Még mondtuk is, hogy ezért nem szabad a fiatalokat arra inspirálni, hogy túl korán fintorgó celibátusokkal foglalkozzanak. Nem, meg kell azt élni, de nem beleragadni, hogy az ember tovább tudjon haladni. Ezt csak illusztrációképpen mondtam, ugye a purusának egyáltalán nem esik nehezére, és a prakritinek nincs terhére, a kettejük ilyen természetű bujkálása, de ezt nem tudjuk a kötet elején megbeszélni, hanem majd, hogyha haladunk előre. Sajnos, mert nagyon szép téma, de ugye Brahmának 4 feje van, szoktam irigyelni, mert az 4 fejezetet is mondhat akár egyszerre, de nekünk ugye lépésről lépésre kell haladnunk. Tehát fogadjuk el, legalábbis kérlek benneteket, hogy nyilván ma egy kicsit gyorsított formában, örömteli okok miatt jólesően, és csak látszólagosan tűnik el az átman, az örökkévaló transzcendens tudat, az ugyanúgy örökkévaló energiában, és ugye ez pillanatnyilag a legsúlyosabb illúzió. Ha vallásosan nézzük, ezért vannak bajban a férfiak annyira a nőkkel. Tehát akármelyik komoly vallás múltját, hogyha elemezzük, akkor a celibátus kényszerűen és minden érzékkielégítéstől való távolságtartás hamar kell, hogy jelentkezzen, mert kellő tudás hiány kialakul a spirituális természetű férfiban a rettegés, hogy a nő puszta fölmerülése arra fogja inspirálni, hogy abba hagyja a folyamatot. Ugye olyan ereje van a szerelmi vágynak és a hozzá kapcsolódó dolgoknak, hogy gyakorlatilag önmagában letéríti az emberek többségét, még a gondolattól is, hogy a lélek ügyeivel vagy Isten dolgaival foglalkozzon. Ezért aztán mindenki zárkózik, kolostorok, asramok, meg stb. Nagyon érdekes, hogy a Védanta nyújt egyfajta lehetőséget, hogyha ugye, ha az ember az ismeretlentől félünk, és nem a valóságtól. Tehát ha sikerülne megérteni, mi az, hogy purusa és prakriti, és mik a pozícióink és a feladataink az anyagi világban, akkor az érzéki vágyat és a szorongást egyszerre le tudná győzni a tudatosság és a valóság tapasztalása. Tehát még lehetnénk egymás szövetségese is, ugye férfiakként és nőként. Miért? Mert hát pont ezek nem vagyunk. Ugye a lélek az nem férfi vagy nő, vagy ha azt mondjuk, hogy igen, akkor mind a kettő. Ez ugyanolyan, hogy megkérdezik, mondjuk jön egy Mars lakó, vagy Vénusz lakó, legyen kellemesebb. Jön egy Vénusz lakó és megkérdezi, hogy de mi az, hogy ember, akkor az első mondatok között azt fogjuk mondani, hogy férfi és nő. Utána mondjuk, hogy gyermek, és csak utána jönnek az, hogy éjjel-nappal dolgozik. Mit tudom én, milyen foci meccsre jár, tehát minden. De a legfontosabb, ugye nem tudom, hogy tudjátok, hogy az ősi magyar szó, hogy ember előtt emberpárnak a tömörödése. Ez nagyon érdekes kísérlet volt arra, hogy nem azt akarta mondani. Mert például azt mondta, hogy men vagy purusa, még régi nyelveken is mindig az jön ki, hogy az ember az a férfi. Érdemes megfigyelni. Az egy nagyon érdekes dolog, amikor egy nyelv úgy veti fel, hogy empár, ugye emberpár. Hogy eleve azt veti fel, hogy ha azt kérdez, hogy ember, az a férfinő egyben. Ez nagyon érdekes. Tehát a lélek hordozói. Jó, jöhet a következő kép. Ha ugye az Advaita Vedanta szerint a jiva, ugye jiva átman, jiva azt jelenti szanszkritül élő lény, amiben benne van az örökkévaló tudatosság. Ha egybe olvassuk, hogy a jiva átman összevonva, megjelent a transzcendens tudat egy finom és durva fizikai testben. Tehát egy nagyon érdekes, úgy is hívtuk Győrben a múltkor, hogy az ember többdimenziós, önátlényegítő lény. Egyáltalán nincs a spiritualitásban demokrácia, mert valaki még a fizikai testéről sem tudatos igazán. Ha például van közöttünk egy tornász, az olyan szinten tudatos a testéről, hogy mi ahhoz képest halandók vagyunk.
Ha pedig valaki nagyon komolyan, és pontosan tudom, hogy van ilyen, a jóga mestere vagy oktatója, az meg olyan szinten tudatos a testéről, hogy azt már nem is tudjuk követni. Tehát ennek nagyon komoly szintjei vannak, ugyanígy az energiákkal, mint prána, az érzelmekkel, ugye a manomajakósa, múltkor ezekről már volt szó, és hát ugye a vigyána maja a felsőbbrendű tudatosság szintjeit ostromolva, tehát hallatlan különbség van, hogy ember és ember mit képes megérteni, vagy felfogni akár csak önmagából. Tehát ez egy... Amiben demokrácia van, minél többet értünk meg, annál jobban szeretjük a másikat és magunkat is. Olyan szeretet nincs, amiben magadat kihagyod, de olyan szeretet sincs, hogy csak magunkat szeretjük. Ez általában ez a két. Ugye a vallásban már annyira önfeláldozók vagyunk, hogy ez, kialakul ez a mártír szellem, biztos ismeritek, erőltetettem. A hedonizmusban meg pont az ellenkezője alakul ki, hogy mindent nekem. Tehát ez a két szélsőség, hogyha az ingákra visszaemlékszünk. Volt egy csodálatos mester, akinek a könyvét, a borítót legalábbis mutatom, mert nagyon szeretem. Nem egy könnyű olvasmány, ami azzal kezdődik, hogy próbáljuk megérteni, hogy a dzsívátman, tehát a bennünk lévő átman vagy önvaló, az voltaképpen nem más, mint az abszolút brahmannak egy kivonata. Ugye, egy helyhez kötött aspektusa. A dolog különlegessége az, hogy ez a lény, aki benned van, ebben a pillanatban is totálisan egy, vagy hogy érthetőbb legyen, kapcsolatot tart a forrásával. Tehát ő soha sincsen illúzióban. Nagyon, nagyon hosszú idő telik el azzal, míg akár csak fogalmilag megértjük önmagunkat, hogy hogy épülünk föl, és utána még át kell menni a hídon. Ugye az illúziótól, a tudáson keresztül a megvalósításig. De nagyon lelkesítő lesz, hiszen részekre bontva, amikor jönnek az első eredmények, már nem kell magunkat hitre inspirálni, mert ott lesz mögöttünk az a bizonyosság, hogy velünk ez már megtörtént. Ugye? Tehát hallatlanul inspiráló lesz, hogy a dolgok tapasztalati birtokába jutunk, épp úgy, ahogy egy tudós éveket dolgozik, és ott a C-vitamin. Ehhez hasonlóan életeket dolgozunk, és ott az átman. Ugye? A legvégén. Tehát ez kétségtelen tény. Tehát ugye a testelme látszólag behatárolja a végtelent, mondja ezt a fogalmat, lehet, hogy többen olvastátok is, és egy hasonlatot alkalmaz úgy, ahogyha fogsz egy nagy korsót, ugye, egy agyag korsót, ott is el kell ismerni, hogy a palástja az elhatárolja a belső tartalmat, ugye a külső abszolút tértől és időtől. Azt hihetnénk, hogy a korsó által bezárt belső téridő, ez követhető így, az különbözik az abszolút téridőtől. De azt mondja a mester, hopp, kiesett a kezemből ugye a korsó, és összetört, abban a pillanatban kiderül, hogy ez illúzió volt. Valójában átmeneti illúziót keltett, hogy ő az abszolút időből, az abszolút létezésből, az abszolút tudatosságból elkülönített vagy elhatárolt bennünket. Ez ugye követhető. Tehát az elménk, nem az agyról beszélek, hanem ez az asztráltest, ami körülvesz bennünket. Ez is folyamatosan nő. Azáltal, ahogy az ember tanul, tisztul és fejlődik, van, akinek be se férne a terembe. Van, aki annyira fáradt, kimerült, és olyan sok gondokkal küszködik, hogy éppen a bőr felszíne fölött van, de az előadás végére az övé is meg fog emelkedni. Már a saját lelke miatt is, mert a lélek úgy működik, mihely szó van róla, leadja az energiáit. Azért van csöndben, mert senki nem kíváncsi rá. Ha kis gesztusokban is elkezdünk foglalkozni azzal, aki bennünk van, ő már is elkezdi megosztani az örömét, a tudatosságát és az energiáját. Tehát kimeríthetetlen forrás van bennünk. De visszatérve, ne felejtsük el ezt a hasonlatot, a korsónak az anyaga, az pedig maga a prakriti vagy a női természet. Hiszen valahol, én egyébként voltam kerámikus, tehát ugye veszel egy ilyen agyagtömböt, nem? De az valahol az agyagbányának a része volt. Ilyen nagy hurkákban, 10 kiló, alig bírod hazacipelni. Ugye kiveszel belőle részt, meggyúrod, és aztán a korongon kiformálod. Szépen, nem? De amikor funkcióját veszti, hiába egy kiégetted. Egy idő múlva az eső és a természet hatására a korsóra mi lesz igaz, hogy újra agyaggá válik. Ugye porból vagy, és porrá leszel a valami. Tehát, de nem mondhatjuk a prakritire, mert ez a női természetnek a szimbóluma, hogy ő nincs, hanem nagyon ijesztő. Ő az agyagbánya, nem? Ő maga, amit hazacipeltél, a friss, átgyúrt agyag, ugye ezt általában már gépek csinálják, mert igencsak megcombosodsz, mire kibírsz gyúrni puhára agyagot, és ugyanúgy ő, amikor korsóként funkcionál, és ő az, amikor darabokra törik, vagyis borzasztó érdekes, hogy a test értelmében sincsen halál.
hanem éppen össze van törve, érthető ez? Éppen az agyakbányából új anyag jön, megint összerakják, de az a tudat, aki a testtel azonosul, az a halála pillanatáig meg van győződve róla, hogy ő ténylegesen meg fog halni, hogy valami óriási veszteség éri. Igazából az anyag ebben a funkciójában kimerült. Át kell, hogy alakuljon, hogy új lehetőséget adjon a gazdájának. Ugye ez a punarjanma szanszkrit nyelven, vagy a reinkarnáció. A lélekvándorlászót azért nem szeretjük, mert nem igaz. Ugyanis a körbefoglalt átman sehova sem mozdul, se a múltba, se a jövőbe. Ez így nem igaz. Tehát az európai felfogás hibás. Tehát maga az átman egy pillanatra sem mozdul el önmagából, hanem voltak éppen az anyag és az energia burkolja be újra és újra friss, majd elhasznált energiákkal és anyagi palástokkal. Ugye ennél jobb könyvet nem lehetett szerintem a témában kiadni, mint Aurobindo mesternek a Reinkarnáció című könyvét, mert ő nem csak kiválóan tudott írni, hanem megvilágosodott, felemelkedett mesterként, pontosan tudta, hogy miről beszél. Nehéz olvasmány, valaki azt megérti, elárad a szívében a derű. Ugyanis nincs halál. Ugye állomások vannak, stációk vannak. Ha most lehújnánk a szemünket együtt egy pillanatra, és nem elfogadnánk a gondolatot, tudván tudva az persze, hogy a testünk és az agyunk ma is úgy hiszi, hogy van halál, de egyetemesen megérthetnénk csak néhány pillanatra, hogy sosem halunk meg, az azt jelenteni, hogy a hátralevő időnket egészen másként használnánk fel ebben az életben, ha a halhatatlanság tudatosságába lépnénk. Ezért nagyon jelentős fejlődni filozófusként is, hiszen megváltoztatja a céljainkat az a mély felismerés, hogy te jó ég, hát nincs vége. Ugye akkor szokták mondani, rátermett emberek akár 10-20 évre is terveznek az életükön belül, és el is érik a céljaikat. És ehhez hasonlóan egész másként tervez, fejlődik és gondolkodik egy olyan emberi lény, aki pontosan tudja, igen, hát szegény testemnek nyilvánvalóan megvannak a határai. Ugye a korsó, magyar még mondja is, nem? Hogy van, addig jár a korsó a kútra, még eltörik. És ez szomorú. Tehát ilyen szempontból valóban komolyan kell venni, hiszen ebben a formában még egyszer nem látjuk egymást, mint dzsívák. Tehát a tragédiája, a fájdalma valódi. De egy másik nézőpontból ezt teszi nagyon értékessé a létezést. Tehát úgy tűnik, hogy a fájdalom nélkül nem tudunk a transzcendens felé fordulni. Egyelőre. Úgyhogy ez a hasonlat ennek a Vácsaszpati Mistának az aranyos példabeszéde, de én más szeretnék vele kapcsolatban kicsit pihenésképpen is elmondani. Hát mire megvilágosodott és megírta ezt a könyvét, ami egy kommentár a Vedanta Sutrához, elismerem, hogy rendkívül nehéz mű, sok-sok év telt el, és közben a felesége, aki egy tiszta szívű jogini volt, tehát egy olyan hölgy, aki a jogát, a védantát gyakorolja, éveken keresztül szó nélkül a transzban alkotó és meditáló férjét egyfolytában szolgálta. Mit kapott cserébe hálából? Akkor kinyitotta a szemét a mester, ránézett a saját feleségére, és azt mondta neki, ki vagy te? Valami 7 éve szolgálta ki mindenben. A hölgy így válaszol, de én vagyok a feleséged. Vácsaszpati Misra, mivel egy megvilágosodott mester volt, annyira megrendült a felesége odaadásán és a saját hálátlanságán, hogy ugye annyira elmerült a transzcendens dolgokba, hogy nyugodtan mondjuk, hogy levegőnek nézte, aki ilyen odaadással és szeretettel volt körülötte, hogy azt mondta, hogy ezért rólad nevezem el ezt a művet, és nem tudom, látjátok-e hátul is, mivel Bahamatinak hívták a feleségét, ezért Indiában ezt a kimagasló jelentőségű Vedanta kommentárt azóta úgy hívnak, hogy Bahamati. Ezt ma már alig tudják néhányan még Indiában is, hogy miért pont ez a neve. Azt látják, hogy egy női név, de mindig biztos Sarasvati Devi vagy valamelyik istenség, de ő a csodálatos és odaadó feleségének állított egy örök filozófiai emléket azzal, hogy ezt a művet róla nevezték el. Hát Shankaracharya mellett az övé a leghíresebb kommentár, amit úgy hívunk, hogy Advaita Vedanta. Tehát haladunk tovább. Lényeg az, hogy ezek a burkolatok, szanszkrit nyelven kósák, ugye, különböző fedők vagy fájtlak, nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy te, mint átman, mint eredeti tudatosság, ugye az anyagi teremtésbe lépjél. Nagyon érdekes,
hogy a férfi és a nő azért lejátsza a teremtést újra meg újra, mert igaz, hogy a purusa, vagyis a, ugye csak felnőttek vannak a teremben, legalábbis remélem, most így körbenézve. Tehát ugye arról van szó, hogy ha szeretnénk gyereket, tehát férjről és purusáról és prakritiről beszélünk, akkor döntően az első pillanat a nemzésben a férfié. De érdekes a tapasztalat, hogy akiben a változás lezajlik, ugye az édesanyánkról, ha beszélünk, szó szerint ugye lehetetlen, tehát ugye soha többé nem lesz ugyanaz. A legaranyosabb, mikor már van egy gyerek, és az végképp nem tudja értelmezni, hogy hónapról hónapra látja az anyukáját, ugye, és akkor lassan jön a kis küldönc, az újonc, és úgy nézi, hogy mi történik. Hát ez egy óriási élmény a kis testvérnek, hogy megint érkezik valaki. Hát a régi magyarságnál, vagy a komolyabb népeknél, az mindig Isten üzenete volt a gyerek. És valami egészen más szándékuk volt vele, mint amit Európa mostanában csinál, ebben most nem is akarok belemenni. De ugye röviden keletkezik egy harmadik. Tehát, hogyha nem lenne prakriti, nem lenne anyagi energia, nem lenne női energia, egyébként a legfelső szinten úgy hívjuk a női energiát, hogy pradána, nem tudom, volt ez a szó Győrben, pradánát nagyon nehéz lefordítani, először inkább mondok a Bibliából egy szép költői sort, szerintem nagyon telibe az Ószövetségnek van egy ilyen sora, hogy kezdetben Isten lelke lebegett a vizek felett. A pradána az a téridő, az a víz, a nőiség. Ugye, ha azt mondod, hogy Isten, azt nem hívhatod úgy, hogy férfi, meg úgy se hívhatod, hogy nő. Ha már így akarod leírni, akkor azt kell elismerned, hogy férfi és nő. Ugye, ha nem nyilvánul meg, akkor azért nem, mert egyben vannak. Igaz? A tudat és az energia egybeolvad. Ha megnyilvánul, akkor kezdetét veszi valami, ugye a tudat fölötte lebeg a végtelen téridőnek. Egyébként Akkádul vagy Sumérul, az Isztár nevű istennő, most Esztergomról jutott eszembe, mert ugye a folyó nevünk is az volt régen, az ős teret jelentett, ős tér. Ugye? Még visszafelé is értelmes, ugye, mint rét vagy sík. Ez nagyon érdekes dolog. Tehát a nő az, aki időt és teret ad annak, hogy egy harmadik, hogy egy észlelhető valami megnyilvánuljon. Amikor ezt megteszi, többé nem hívják pradánának, mert a pradána azt jelenti, hogy a legfelsőbb adományozó, vagy kozmikus anyaméh, amiből a námák, az ideák és a formák, a különböző testek majd megnyilvánulnak. Mindenki a prakritit ismeri jobban, de a prakritől tudni kell, hogy ez már az a női energia, ami megnyilvánult az anyagi világegyetem formájában. Nagyon érdekes, hogy nem csak a mi testünk ő, hanem a hegyek, a vizek, a völgyek, a bolygók, az mind. Hogy értsük, a férfi elv az soha nem jelenik meg energiaként vagy anyagként, ez követhető így. Ő mindig egy mozdulatlan, szemlélő tudatosság benned is és körülötted is. Tehát az Isten az nem alakul át semmivé. Az Istennő, mint energia, az maga a szüntelen mozgás. Ugye? Olyan, mint mikor a gyerekek a gyurmával játszanak, csak most kicsit nagy bajban vagyunk, mert megunták a gyurmát, és a pirosat, a kéket, a sárgát, a fehéret és a feketét egybegyúrták. És akkor ott állsz, hogy vehetsz egy másik dobozzal, mert ugye hát ebből már csak zebrákat lehet csinálni, vagy zsiráfokat. Mert amikor nagy az illúzió, akkor próbáljuk megérteni, minden össze van dzsamálva, régi magyar szóval. Nem tudom, hogy mennyire szerettétek a tejbegrízt gyerekkorotokban, nálam a szenvedésteli vacsorák jutnak eszembe, néha volt tejbegríz, mert az öcsém imádta. Én még rettegve jöttem haza. És akkor a tejbegrízen mindig van egy kis fahéj, egy kis kakaó, egy kis kristálycukor, és ha nem akarod megenni, akkor kihűl, meg ráadásul még össze is kevered, hogy azt lássák a többiek, hogy te éppen ugye fogyaszgatod. De ettől az egész még ellenszenvesebbé válik a végére. Szóval körülbelül ilyenné válik az anyag egy idő múlva, hogy annyira összekeverednek a részletei, az alkotó elemei, hogy nem tudjuk szétbontani őket. Röviden, most ott tartunk, hogy a testben lakozó egyébként Szatcsitánanda, tehát örökkévaló, tudatos és üdvösségteli önvaló, annyira befedetté válik, hogy innentől kezdve, és ma ezzel kísérletezünk, ezért születnek az ilyen írások, mint Vedanta Sutra, vagy Patanjali Yoga Sutrák, vagy Számkhya Sutrák. Tehát a mesterek üzenik, hogy annyira befedettek vagyunk, mint abszolút tudat, hogy csak a gyána, csakshusz, ugye, azt a tudás szemén keresztül tudunk átjutni, vagy áthatolni ezeken a különböző fájtlakon. Nagyon érdekes, hogy ellenségesnek tűnik a mája, mint illúzió, mint ugye a különböző lepleknek az összessége, de érdekes, hogyha a helyes eszközökkel törekszünk, az olyan, mint amikor a színházban sorba felhúzódnak a függönyök. Tehát voltaképpen ő lesz maga
aki elhúzza a függönyt, hogyha egy-egy osztályt kiártunk. Addig nem. Tehát ezt nem tudjuk megerősíteni. Röviden, nem vagyunk örökkévalóan az anyagi világban bolyongó, úgyhogy hogy szamszárin. Ugye van a szamszára, az illúzió örök körforgása, vagy a létküzdelem körforgása, de szerencsére nem az a sorsa annak, aki te vagy legbelül, hogy örökké ebben a körforgásban maradjon, hanem ki kell szabadítani. Jön a következő kép. Igenis nagyra becsüljük az európai gondolkodást, ennek ellenére olyan őszintén fogunk róla beszélni a nyugati filozófiáról, ahogy ők is beszéltek az indiairól a 19. században. Tehát a szókimondóan. Talán, hogyha akarnánk egy kimagasló példát választani a körülbelül a felvilágosodás korából, ugye az Descartes, ugye, hogy elhelyezzük az időben, ugye 1596 és 1650 között élt, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a nagy felfordulás nyitányánál tevékenykedett, és minden valamire való gondolkodónak vagy filozófusnak az a célja, lehet, hogy ők nem így fogalmazzák meg, de egy igazi filozófusban az a különleges, hogy nincs más dolga, mint az ember határtalansága után kutatni. Ha kevesebben foglalkozik, az már valamilyen tudomány, valamilyen résztudomány. De az igazi filozófusnak mindig az volt a célja, ugye, hogy az ember határtalanságát kimutassa, hogy meg tudja fogalmazni egyszerűbb szavakkal, mint hogyha azt mondaná egy komoly tudós, úgy értem filozófus, mit értünk az alatt, hogy szabad ember? Ha az ember úgy hívják ezt Indiában, hogy gyána, meg úgy is, hogy nyája. Tehát nyája azt jelenti, hogy logika, a gyána pedig filozófikus útkeresés az emberi élettel kapcsolatban. Tehát vannak ezek a nyája szutrák, tehát tanítják régen csak a kisfiúknak, most már a lányoknak is szerencsére. Tehát Indiában a gimi körül komolyabb kasztoknál, mert sajnos a nyomor miatt azért még igaz, hogy nem mindenki férhet hozzá, először gondolkodás elmélet van. Olyan, mintha azt tanítanánk gyerekeknek, hogy hogyan kell tanulni. Tehát egyébként egyre nagyobb szükség van erre. Egyetemeken tanító barátaim mondják, hogy lassan maguk írnak ilyen óravázlatokat, tanulásmódszertant, mert állati gáz van az új nemzedékekkel, a szövegértés is. Tehát egy főiskolákon és egyetemeken be kell vezetni. Ugye a digitális írástudás az megy. De a hagyományos olvasás, hát elájulnak egy jókaitól. Tehát ha már így a szabadságról beszélünk, egy mai fiatal biztos nem értene egyet az aranyemberrel, aminek utolsó képein a megőszülő aranyember emlékeztek rá talán. Ugye nagyon jó a film is. Egy kis szigetre megy, ahol Jancsika kergeti a pillangót, van egy gyönyörű felesége, és nem háborgatja senki, és nem érdekli a politika, a hatalom, a pénz, meg stb. Ezt elájulnak a szöveg felénél, és könyörögve kérik, hogy Harry Pottert kapjanak helyette, vagy valami hasonlót. Körülbelül elől szólnak most a csaták. Tehát egy jókai leíró résztől az én nemzedékem még extázist kapott. Extázisba esett. Összecseréltem. Most meg szívrohamot kapnak. Az agyam kicsit gyorsabban tolta. Tehát azért vegyük komolyan. Tehát a René Descartes rendkívüli szerintem az egyik Kant mellett, az egyik Kant és Schopenhauer azért ilyen világító tornyai az európai gondolkodásnak. Nem filozófus zseni volt, de matematikus és természettudó zseni is volt az igazán képzett filozófusok, ugye ehhez is konyítanak, alapvetően zseniaitásában megelőzve a korát, és tényleg azt kutatta, meddig terjed az ember, hol kezdődik az ember szabadsága. Nagyon érdekes, hogy hamar rájöttek, Descartes is, egyébként a Védantánál vagyunk, csak szeretnék rámutatni, hogy okunk van arra, hogy elismerjük a nyugati gondolkodást, szerintem szenzációs vonalon indult el, azt is, amennyire én ilyet tehetek, elfogadom, hogy én ezt szubjektív véleményként fogom, bár a Védantára hivatkozva elmondani, valami nagyon nagy baj történt ennek a keresésnek a végkifejleténél. Ahogy a magyar mondja, a fürdővízzel együtt kiöntötték a gyereket, ez egy nagyon jól induló dolog volt, Descartesnél mindenképpen, de ahová megérkezett a nyugat gondolkodásában most, az arra nincsen szó. Az annyira tragikus, és olyan sok problémát és szenvedést idéz elő, aminek a küszöbén vagyunk, elég csak az esti híradókat nézni, hogy nekünk vállalnunk kell az önálló gondolkodást, mert nagyon-nagyon sok kezet kéne lefogni, ami egy új barbárságba tolná az emberiséget, ez az én véleményem most. De döntően Descartes is rájött arra, nem csak a Védanta vagy a Számkja, hogy
Azért nem nevezhetjük az embert szabadnak, vagy határtalannak, mert a szenvedés korlátozza őt. Állandóan jelen van a szenvedés, tehát kérdezte, hogy miért szenvedünk. És arra jöttek rá nyugati gondolkodók is, hogy a függőségek és a behatároló, korlátozó dolgok miatt szenvedünk. Egyébként ezt a Vedanta úgy hívja, hogy guna bandha. Tehát a fejezetben vagyunk, csak modernizálom a mondani valómat. Ugye guna azt jelenti, hogy valamilyen anyagi minőség, a bandha pedig azt jelenti, hogy hozzákötve lenni. Tehát igaz, amit Descartes is felvetett, hogy a szabadság, szanszkritül moksa, az nem más, mint a guna bandháktól, a kötöttségektől való függetlenség. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha egyszer lesz tökéletes ember, és mindegy, hogy nyugati tudós mondja, vagy keleti, tehát védikus, vagy egy Descartes-hoz hasonló gondolkozó, a tökéletes ember csak is az lehet, aki tökéletesen szabad. És ez a Vedanta álláspontja is, és ez a nyugati gondolkodásnak is az álláspontja, csak a Vedanta álláspontja a megvilágosodáshoz, a szamádihoz vezetett, a nyugati meg a liberalizmushoz. És a kettő között olyan gigantikusan nő a távolság, hogy a civilizáció összeomlására mutat, ami pillanatnyilag történik. Ezt persze nem lehet Descartesnak felrúni, ő ha ezt látná, tegyük fel, retteltesen megdöbbenne és elmagyarázná. De nem azért hozta szóba a tökéletes embert és a tökéletes szabadságot, hogy valami ilyen civilizáció jöjjön létre, amiben most élnünk kell. Tehát fölmerül a kérdés a Vedanta szerint, hogy mit tekintünk tökéletes szabadságnak, moksa, vagy mukti, ha valaki így hallotta, és azt milyen eszközökkel érhetjük el. Tehát az a baj, hogy ebben sincs békesség, mind a mai napig. India egyébként romokban van, bár a jelenlegi miniszterelnök egy 3000 éves családnak a sarja. 3000 éves családfa, tehát 3000 éve brahmanák, rengeteg megvilágosodott lényt adott a család, és emiatt például bevezette a lányok tanítatását Indiában, csak pihenésképpen elmondom. Tehát azonnal átlátta, hogy azért születik 8 gyerek, nem tudom, hogy tudjátok, hogy 20 év alatt 161 millióval lett nagyobb a lakossága Indiának. Tehát tombolva. Ha fölmegyünk az ENSZ-nek a szájtjára, és van egy fantasztikus UNESCO szájt, és akkor ahova ráhúzod az egeret, ott azonnal mutatja, hogy milyen tempóban születnek az emberek. Ha Magyarországra ráhúzod, akkor egy percenként egyel kevesebben vagyunk. Tehát 60 másodpercenként elfogy a magyar lakosság. Ha rámész Indiára, akkor gyakorlatilag egy másodpercenként születik valaki. Ha rámész az Egyesült Államokra, egy percenként születik valaki. Ha rámész Oroszországra, ilyen gyorsan fogy az orosz nép. Tehát van, hogy évi 1 millióval fogynak az oroszok például. Tehát is mondhatnám, afrikai országokra rámész, a másodperc tört része alatt születnek emberek. Tehát valami nem normális dolog zajlik. Olyan helyeken ömlenek a gyermekek a világra, ahol nincs víz, nincs étel, nincs iskola, nincsen semmi. Ez az ember ezt fölismerte, ugye 10 éve van hatalmon, és kötelezővé tette a lányok, tehát ad rá pénzt az állam, és óriási fordulat állt be, hogy a nők először vannak egyetemeken tömegével, meg ilyen helyeken, el tudják tartani magukat, borzasztóan lényeges, és egy értelmiségi vagy érettségizett nő alapvetően nem akar 2-3 gyereknél többet. Tehát Delhiben a mutató most már 2,1, Kalkuttában 1,7. Ugye vidéken még mindig óriási, de teljes teli találat, hogyha a nők személyiség fejlődését India támogatja, ez a probléma 30 éven belül nem létezik. Tehát egy a kontinens méretéhez, mert az egy szubkontinens ugyan, de akkora, mint Európa, igazodó, intelligens, mindkét nem esetében művelt nép fog fejlődni, ráadásul bevezették a meditációt, a jóga kultúráját, stb. Tehát miközben az európai és amerikai gyerekek úgy viselkednek, hogy nem mondok jelzőt, akkor azben érdemes megnézni, hogy milyen extázisban mennek a kis egyenruhás indiai lánykák, nem tudom ki volt mostanában, kis befont hajukkal, kis masnival, és az extázis, hogy ők évszázadokig ez szóba se jöhetett. Tehát Indiában mind a kisfiúk, mind a kislányok összetett kézzel adnak hálát a Jóistennek, hogy suliba járhatnak, ugye a mieink meg 9 év alatt nem végeznek el egy alapszakot. Tudjátok, hogy mi van ez a bolonyai rendszer, meg egyebek. Tehát minden ezt a linkelést támogatja, amivel óriási baj lesz nálunk, pont a fiúk vannak nagy bajban Európában, tehát ez így látható. Tehát visszatérve ehhez a témához, ott tartunk most, hogy rendkívüli minőségbeli különbség van abban a tényben, hogy mit tartunk szabadságnak, vagy függetlenségnek a két nézőpont tekintetében. Jöjjön a következő kép.
Ugye a Bhagavad Gita-ban Sri Krisnának egészen elég sötétre sikerült ez a középső szöveg, inkább elmondom a saját szavaimmal. Tehát döntően egyik legfontosabb aggodalma az isteni mesternek, hogy a fékevesztett ego, szanszkritjában az ahamkár, voltaképpen fenyegeti az egész civilizációt. Azt is mondhatnánk, hogy az ego előretörése, hogy az ego az nem egészen azt jelenti, mint Európában. Tehát nem egy moralizáló fogalom, ez már volt Győrben, ezért csak néhány szó. Ugye itt ábrázoljuk a középső fehér körben az átman vagy eredendő tudatosságnak a pozícióját. Előbb elmondtuk, hogy finom fizikai testbe öltözik. Ugye ez a finom fizikai test, nem szeretem az asztrális szót, de Európában ezt értik jobban, ugye azt jelenti, hogy belebújunk egy olyan rendszerbe, amit úgy hívunk, hogy elme, ez lesz a manasz, vagy érzelmi intelligencia, vagy alacsonyabb értelem. Elfogadjuk a megkülönböztető értelmet, a vivéka buddhit, bár nagyon sok esetben még nem vivéka. Ugye elfogadjuk, ezzel nem tudunk mit csinálni a csittát, tulajdonképpen a tudattalamban zajlik a lélekvándorlás, de ez majd a szombati programnak lesz az anyaga. És ugye, amiről most beszélünk a Vedanta fejezet miatt, minden születésünkben rendelkezünk egyfajta személyiséggel, vagy egoizmussal. Nos, amilyen szinten van ez az ego, vagy ez a személyiség, olyan módon definiálja magát az anyagi világban, vagy a teremtés egészével szemben. Rendkívül lényeges, hogy voltak éppen a tradíciók pusztulását tapasztaljuk Európában és világszerte. Ugye hát Indiában négyféle tradíció van, csak megemlítem, mert a Vedanta is itt hozza. Ugye van a sruti, vagy kinyilatkoztatás, mintha azt mondanád, hogy kezdetben vala az ige. Tehát az ilyen szintű, legősibb, transzcendens tartalmak. Aztán van a smriti, például a Bhagavad Gita, az emlékezetnek a szent könyvei. Aztán jönnek a több történetbe ágyazott példabeszéd jellegű művek, mint a puránák, ugye Bhagavata purána, Shiva purána, rengeteg ilyen purána, azt jelenti ős történet magyarra fordítva. És aztán vannak az itihászák, mint például a Mahabharata vagy a Ramayana. Tehát az indiai tradíció alapvetően ebből a négy dologból áll. Most amiért ezt elmondtam, az, amit a Bhagavad Gita említ, az uralkodóház megsemmisülésével az ősi nemzetségi tradíciók kivesznek, és az örök hagyományok, a szanszkrit ugye a szanátana dharma rendszere összeomlik, és végül a vallástalanság, az adharma eluralkodik az egész családon. Hallatlanul érdekes, hogyha verset elemezzük, hogy az első probléma ott kezdődik, amikor a szent királyok családja ugye kipusztul. Tudnék, egy uralkodónak a feladata mindig a tradíció, ugye az adott nemzetnek a vallásának a védelme. Ugye a következő feladata az ország és a család védelme. Ha a tradíció összeomlik, az azt jelenti, hogy a családban sincs iránytű. Egyébként ez jól látható. Tehát, hogy mi a funkciója az apának, mi a funkciója az anyának, hogy a gyermeknek lehet, hogy kötelessége is van, nem is akarom mondani, mint amit lehet látni. És a lényeg, hogy egyszer csak megjelenik ez a vers, hogy adarmá bibhavát krisna pradusyanti kulasztriyaha, stisádisztésu varsnia jajate varnasankaraha. Ez egy borzasztó vers, mert megvalósult. Tehát évezredek ezelőtt hangzott el, de akkor nem voltunk ilyen veszélyben. És ugye úgy hangzik, hogy a vallástalanság és jogtalanság elhatalmasodása révén a nemzetségek asszonyai festletté válnak, és a nők erkölcstelensége a varnák, ugye kasztok vagy rendek összezavarodását eredményezi, ami nem várt utódokat, úgynevezett varnasankarákat eredményez. A nemzetségi hagyományokat leromboló kaszton kívüliek gaztettei összezavarják a dharmát, a fajok, nemek és életkorok örök törvényét, megsemmisítve a családiet erkölcsi törvényeit. Ugye azzal kezdtem az estét, hogy ennek óriási jelentősége lesz, hogyha kimondod, hogy nincs abszolút igazság, akkor azzal azt mondtad ki, ez az elmélet, akkor annak az lesz a gyakorlata, hogy akkor a rendetlenség az emberi élet alapeleme. Na most, ha ő azt mondja, hogy nincs abszolút igazság, nincs Isten és nincs lélek, akkor az ő mostani feladata a 21. században minden tradíció megsemmisítése, legyen az vallási vagy családi, mert az zavarja a szabadságnak gondolt rendetlenség totális hatalomra jutását. Nem tudom, hogy követhető. Nem arról van szó, hogy most értéknek tekintünk egy vallást, egy másikat nem, vagy a családot, de döntően fontos észrevenni, hogy rendkívüli következetességgel bombáz minden olyan dolgot, ami bármilyen ősi tradícióhoz köthető. Mindegyiket.
És nagyon figyel arra, hogy a parányit is. Az, hogy egy férfi és egy nő megfogna egymás kezét a szerelemben, és összeházasodna. A házasság azt jelenti darma. Vállalom a párom. Ugye? Tehát azt mondom, hogy kitartok mellette. Hogy volt régen a templomban? Még ásó, kapa, nagy harang, mindenféle volt. De egyre kevesebb olyan fotó lesz a tiszta szobák falán, mint Székely nagyszüleim, hogy nagy bajuszú papába Karola 80 éves mama, és még mindig együtt vannak. Tehát ez most már, ez lassan múzeum. Ugye? Ennek óriási a jelentősége. Az első percekben mondtuk, hogy nyugalom, tehát tartós benső béke, struktúráltság nélkül lehetetlen észlelni a transzcendenciát vagy lelket. Ez követhető így? Ha létrehozom a káoszt, a rendetlenséget, a szanszkrit nyelven nem így hívják, de mindegy, abban az a döbbenetes dolog játszódik le, hogy az elme és az értelem nem tud célokat kitűzni és célokat elérni, csak olyanokat, amit a káosz még megenged. Tehát te az anarchiá fölé nem tudsz emelkedni, tehát egyszerűen persze egy műhold látja, hogy tornádó van Amerika felett, és sajnálhatják az űrhajósok az embereket, de nagyon kevesen vannak, akik fölülről nézik, a többség az élvezni fogja a tornádó nyújtotta örömöket. Tehát körülbelül ilyen civilizációban élünk most, és a Bhagavad Gita már akkor szólt, hogy van két pillére a társadalomnak. Egyébként ezt is meg kell haladni, de fölfelé, Európa lefelé lépett, és ez nagyon nagy baj. Van két pillére a társadalomnak, az egyik valamilyen fogalom arról, hogy van Isten vagy abszolút, ezt nem most kell eldönteni. A másik, hogy az Isten utáni második szentség a nő. Amikor ez nincs kiemelve, a férfiak számára ez nem nyilvánvaló, hogy mit jelent a nő, mint szentség, akkor minden értelmét veszíti, elsősorban a család és a szerelem. Az eredmény, hogy valami megdöbbentő dolog ez a... Én most, mivel fel is vesszük, nem akarom elragadtatni magam, különben is egy brahmanának, ugye most mondtuk a józan középutat, de ez egészen megdöbbentő, hogy mi mellett érvelnek nap, mint nap, holott azok mellett a nők és anyák és szeretők és kedvesek mellett kéne érvelni, akik a maguk isteni tisztaságában képviselik azt, amiért embernek a földön élni érdemes. Az pedig a szerelem, a gyermek, az otthona, a családja, a hazája. Ezeket soha még nem volt ilyen veszélyes civilizáció, hogy ennyire nyíltan ostromolná és megkérdőjelezné. Tehát ez egy, ugye a szerelem azt jelenti béke, harmónia. Mindenki, aki egyszer volt szerelmes, nem akarok, volt már férfinői utak Győrben egyébként. Ugye mindenki, aki átéli, az úgy érzi, hogy a legszerencsésebb, még a villamosra is felmer jegy nélkül szállni, mert a szerelmes baj nem érheti. Tehát egyszerűen, és elmondanám nektek, hogy azért van a szerelem a Vedanta szerint, hogy legyen sejtésünk arról, hogyan élhetnénk, ha állandó szerelemben, ő azt mondja, kozmikus boldogságban. Mert majdnem, hogy eléri. Tehát aki tényleg megérintett ez a dolog, az pontosan tudja, hogy ez nem túlzás. A fájdalma óriási. Pont, hogy mindenki van ott a szomorúság, hogy Jung azt mondja, 90 napig lehet kitartani a legnagyobb szerelemben, aztán kényszerleszállás hajt végre. Emberi természetünk ma még nem alkalmas erre, hogy ezt a metafizikai üzenetet tartossá tegye, de döntően ez lenne a cél. Hát kicsit úgy kilengtünk ugye most ebbe az irányba. Szóval a témát úgy zárja a Bhagavad Gita, hogy a nemzetségi hagyományokat leromboló kaszton kívüliek gaztettei összezavarják a darmát, a fajok, nemek és életkorok örök törvényét, megsemmisítve a család élet erkölcsi alapjait és törvényeit. És ebben vagyunk. Nézzétek meg, mi maradt egy apából? Mi maradt egy férfiből? Vajon fölnéz rá az a nő? Vajon annak látja még a gyermeke, mint akár csak 30 évvel ezelőtt is? Tehát mi történik itt? Ugye? Tehát ez nagyon érdekes, és azt is érdemes észrevenni, hogy azonnal és minden tekintélyen ranggal vagy erővel bíró karizmatikus férfit is azonnal támadás ér a politikában, a kultúrában, bármi. Például valaki egy komoly színész és kiáll mondjuk a vallás mellett, már megnézheti magát. Tehát ezekre példák vannak. Ez egy nagyon érdemes észrevenni. Jöjjön közben a következő kép. Úgyhogy... Így aztán megérkeztünk, hogy Descartes csodálatos gondolatai és szabadsága helyett, kicsit ironikus a kép, azért tetszett meg nekem is, ugye kialakult az evolúció elmélete. Most csak a tény kedvéért, nem tudom önök közül hányan tudják, hogy Darwin és Marx dedikált könyvet cserélt. Tehát Darwin elküldte Marxnak a fajok eredete című művét, Marx pedig elküldte neki ugye a tőkét. És Marx el is ismerte,
hogy a darwini evolúciós elméletből fedezte fel, hogyha harc van a létért az életben, akkor harc van a társadalomban az osztályok között. Nem nagyon értjük Freudnak ezt a libido elméletét, hogy miért minden a szex meg az akármi, de az, hogy behozta a hálószobába a harcot, ő tovább vitte, aha, akkor a családon belül a férfi és nő között is harc van. Nem ízléstelenkedni akarok, még a bizalmas szerelmi együttlétet is úgy hívja a német eredetiben, hogy nemi harc. Nem azt írja, hogy szeretkeznek. Megáll az ember esze, és akkor végül megállapítja, hogy a szadista és mazochista ember közösen kielégülést keres. Ne se neked szerelem. Yeah. Ezt jó megkaptuk. Tehát érdemes tényleg felébredni, hogy és ehhez képest is súlyosabb helyzetben vagyunk, hogyha az ifjúságunk állapotát nézzük meg egyebekbe, hogy hova jutottunk. Csak közbevetem, hogyha te, mint magánember, vagy mondjuk közösség, nem akarsz az eszményeidben először is, aztán a hétköznapokban is elveszni, akkor abban a drámai helyzetben találod magad, hogy harcra fogsz kényszerülni. A jó embereknek az a tragédiája, hogy már 100 éve hallgatnak. Tényleg, fát lehet vágni a jó emberek hátán, és egészen hihetetlen, hogy hova elhátráltunk már, és mindent meg lehet csinálni, egyre újabb és újabb gaztettek történnek a világban, amivel tesztelik az ember tűrőképességét, de vigyázzunk, a jó ember a félreértett jóság miatt, főleg a vallásosak, nem üt vissza. Nem támad fel haló poraiból, és ezt nem érti. Egyébként nem tudom, ki olvasta vagy ismeri a Bhagavad Gítát, emlékeztek, Dharmak sétré, Kuruk sétré, kezdődik az első verszak, és hát felsorakoznak a vallás, a dharma seregei, felsorakoznak az ateizmus, most egyszerűen mondjuk ugye a kauraváknak a seregei, de nagyon érdekes, hogy a valóság az a két sereg közé. Emlékeztek, hogy Arjuna és Krishna harci szekere a két sereg közé érkezik be. Mint egy jelezve már a kötet elején, hogyha nem kerüljük el a részleteket, és figyelünk rájuk, érdemes észrevenni, hogy nem tartoznak egyikhez sem. Azonban a jó embernek van egy óriási problémája, azt hiszi, hogy harcolni csak valamilyen előnyért lehet. De ha te férfinek születtél például, akkor egyszerűen néha harcolnod kell csak úgy. És hát erre van egy különleges vers, azt mondja, hogy szép a szanszkritja is, Sukha Dukhe Samikritva Labha Labho Jaya Jayo Tato Judjaya Judjasva Naivan Pápam Avapsasi, vagyis érjen boldogság vagy bánat, Sukha Dukha, nyereség vagy veszteség, győzelem vagy vereség, szemléld egykedvűen azokat. Harcolj a harckedvért, így sohasem érhet bűnös visszahatás. Tehát nincs garancia arra, ahogy most direkt mondom így, ahogy Krisztus Urunknak sem volt esélye. Ugye, tudjuk, hogy szétmarcangolták fizikailag, első perctől kezdve kilátástalannak tűnt, többször megszökhetett volna, volt, hogy erre fel is szólították. Állítólag az örményeknél van egy ősi levél, az első örmény királytól, aki kifejezetten Jézushoz írta, és könyörgött neki, hogy meneküljön hozzá, ő megvédi a sorsától. Tehát halatlanul érdekes lenne egyszer ezt nyomtatásban látva, vagy bizonyítottan, ugye a világ első keresztény állama az örmény királyság volt, nem tudom, tudjátok, már Krisztus idejében. Alatt nagyon-nagyon izgalmas, hogy az örmény kereszténység mindennél régebbi a kereszténység sorain belül, és van egy örmény hagyomány, hogy a tőlük hallottam, hogy könyörgött az örmény uralkodó, hogy hagyja ezt az egész Jeruzsálemet, meg most még simán el lehet menni, és ez egymagában nem is értik, ebből csak a baj lesz. De ők majd becsülni fogják, és értik az ő törekvését. És ugye nem tehetett más, tehát harcolt a harc kedvéért, figyelembe véve, hogy valószínű nem lesz nyereség. Ugye? Hát még erre visszatérünk, hogy olyan értelmetlen volt-e. Tehát valahol a jó emberből többé kéne válnunk, rájönni arra, hogy nem elég a híradót nézni, az, ami most zajlik, az abban én érintve vagyok. Ugye? Addig, amíg föl tudom tenni a lábam a lábtartózsámaira, és közben eszem a sajtos pogit, és teját szürcsölök, és ezt én minden nap meg tudom csinálni, és a fűtött lakásomból, a fűtött kocsival, a fűtött irodámba eljutok, nem nagyon fog érdekelni, hogy mi van a külső világban. Majd amikor nem lesz teja, nem lesz benzin, nem lesz meleg, akkor már késő lesz felébredni arra, hogy talán nem kellett volna hagyni, hogy idáig fajuljanak a dolgok. Tehát az emberiségnek ezt a hihetetlen komfortzónáját, ezt úgy tűnik, hogy nem töri át semmi.
Ez az ego, ugye az önzés. Hogy amíg nekem megvan, az a minimum vagy maximum, ahol anyagilag jól érzem magam, addig a részvét vagy a közösségi felelősségvállalás az halasztható. Egyébként én imádom azt a körülményt karmikusan is, hogy magyarnak születhettem, de felfigyeltem a történelmünk egy drámai vonására, a magyar nép tényleg messiás váró. Nem tudom, ti megfigyel. Jöjjön valaki, jöjjön egy magányos Rákóczi, egy Széchenyi, aki egymagába küzd, még jó, meg is bíráljuk, hogy miért nem így, hanem úgy, de ha megnézzük tömegek, szóval nagyon-nagyon magára hagyjuk, de egyébként még az Ószövetségben is így van, sokszor hagyják, hogy meggyilkolják a profétákat, olvassátok el, tehát végignézik a pusztulásukat. Tehát ez egy nagyon érdekes vonás a tömegekben vagy emberekben, hogy ritka az a történelmi pillanat, amikor egyszerre többen ébredünk és jövünk rá rajta, de hát ez érték, ez így nem mehet tovább. És ugye ez egy nagyon lényeges dolog. Szóval ilyen szempontból, amiben mi élünk nyugaton, a Vedanta nézőpontjából, az adarma. Azt is mondhatnák, hogy antikultúra vagy anticivilizáció. A Bhagavad Gita megfogalmazza, hogy mit tartunk adarmának. Ugye azt mondja, hogy aszatyam, apratistam, té, jagadáhur, anisvaram, aparapszarasz, hambútám, kimannyat, kámahajtukam. Magyarul azt jelenti, hogy eljön a nap, amikor azt állítják, hogy a világ valótlan, nincs morális alapja, sem irányító istene, és szerintük a létezésnek, én most finomra fordítom, a testi egyesülésen vagy kévágyon kívül nincs is más oka. Ha az ember hallgatja a nyakkendős parlamenter értelmiségieket a nyugati fórumokon, mindegy, hogy Strasbourg vagy Brüsszel, az érvelésük 90%-a a szexuális indítatású. Meleg jogok, ilyen jogok, amolyan jogok, az ember csak bámul és elkezd gondolkozni. Objektíve, ki beszél így? Hát így az beszél, aki annyira masszívan testnek hiszi magát, érthető ez? Hogy az a meggyőződése, hogy a boldogság a test érdekeinek elérése. Ezért minden törvényben, minden őrült próbálkozásban az van kifejezve, hogy lám-lám haladók vagyunk, haladó szelleműek, mert ezt is toleráljuk, meg azt is. És akkor megáll az ember egy pillanatra, és azt mondod, aha, de én bennem van transzcendens középpont. Érthető a példa. Magyarul egy örökkévaló entitás vagyok egy folyamatosan átalakuló fizikai környezetben, nem? Tehát nem ez a test vagyok. Mi van akkor, ha az én lelkemnek nem is a földi értelemben vett szexualitás az érdeke, hanem valami egészen más? Ugye? Ehhez viszont nyugalom kéne, ehhez viszont rend kéne, mert a magasrendű gondolkodás csak a redukált izgatottság, érthető, ugye? A megbékített elme birtokosaként lehetséges. Magyarul azt merem állítani, hogy az, ami a világban most zajlik, az teljesen szándékos és tervezett. Az emberiség állandó zaklatása, piszkálása, egy pillanatnyi nyugtot nem hagyni, annak érdekében, hogy van a Grimm mesében, hogy jé, mesztelen a király. Mert a magasrendűen gondolkodó, főleg európai ember nincs messze attól, hogy elkezdjen gondolkodni. Vajon mi maradt ki az életünkből, ami miatt nem vagyunk boldogok? És ugyanaz a szellemi kapacitás, ami rakétákat, számítógépeket csinál, mondjuk ki nyíltan, ugyanez a szellemi erő miért nem tudja megérteni azt, akit hordoz az emberi test? Ugyanúgy meg tudná érteni, ha azzal foglalkozna. Ugye? Tehát el van terelve a figyelem a politikai és gazdasági marketing, meg egyéb őrületek segítségével. Egyébként emlékeztek az evolúció egyik lényegére, hogy az erősebb maradt fönt. Ugye ez követhető. Nagyon érdekes, hogy azt nem vesszük észre, hogy azóta ez lett a nyugat erkölcse. Ha én be tudlak csapni téged, kibírlak rabolni, és el tudom foglalni a hazádat, akkor nekem azért van igazam az evolúció szerint, mert ha te egyenrangú vagy velem, akkor megvéded magad. Ha erre nem vagy képes, akkor önmagában bizonyította Darwin, hogy az az ország, vagy az a terület, vagy ez a nép az engem illet. Hogy hol is vagyunk Krisztusnak a kitárt karjaitól, hogy mindenki fivérünk és nővérünk? Hova jutott ugyanez az Európa? Hát ez csak pár száz év alatt történt. De ez halatlan. Tehát magyarul meggyengíti a közösséget, és aki abban összezavarodik, ügyetlenebb vagy lemarad, mint hogy a ragadozók, hogy érdemes megnézni egy Animal Planetet, ahogy eléri az oroszlán, hogy egy megsántuljon vagy lemaradjon, szétparcangolja és elfogyasztja. Erre mindjárt vissza fogok térni, annyira. Feltűnő Európában és a világban, hogy azok a folyamatok, amik most zajlanak, azokkal szemben a világ vezetői semmilyen részvéttel nem bírnak. Semmilyennel.
Még azokat támadják, akik próbálnak valamit csinálni. Nem, csak rakom össze a tényeket. Szóval ez a viselkedés, krisztusi nyelven szólva, pont, hogy a szeretetnek és az empátiának az ellentéte. Tehát így az irányít és az viselkedik, akinek a legkomolyabb véleménye az, hogy lélek nincs, Isten nincs, szeretetnek emiatt tehát nincsen értelme, a rátermett érdemli meg, hogy uralkodjon az egész világ fölött. Úgyhogy, ugye, mivel jó pár ember gondolkozik így, ezt úgy hívják szanszkritjában, hogy pratista. Ugye ez a legveszélyesebb dolog a világon. A kedvenc hasonlatom, 90, az én korosztályom még emlékszik, 90-valahány éves volt Mao-nak az özvegye, és persze börtönben fejezte be életét, és az újságírók egy utolsó riportot készítettek vele, és hirtelen azt mondta az idős, de teljesen tudatánál lévő hölgy, hogy az emberek azt hiszik a világon, hogy az igazi élvezet az a pénz, vagy a szexualitás, mert az emberek többségének fogalma sincs a hatalom mámoráról. Biztos páran hallottátok, meg ez fennmaradt írásban is. Tehát a szándékosan egyszerű és pitiáner elfoglaltságokban manipulált embertömeg nem is kezd el gondolkodni azon, hogy valakik milyen gyönyört merítenek abból, hogy össze-vissza terelgetnek bennünket, mint a fehér egeret a laboratóriumban. Anyukám egy ilyen helyen dolgozott, és láttam, hogy okosítják a fehér egereket gyerekkoromban, hogyha jött a füstölt sajtnak a szaga, akkor cincogva indult abba az irányba, és akkor még több édességet kapott, mert ügyes volt az egérke. Egészen megalázó, hogy arról papolnak, hogy szabadok vagyunk mi európaiak, meg európai értékek, és ilyen csúnyán becsapott és félrevezetett emberiség még nem élt. És még nem tudjuk, hogy nincs kiárat. Mert az egérnek még volt ilyen illúziója vagy reménye. Na, fú, bele kell húznom kicsit. Jöjjön a következő kép. A következő kép jöhet. Igen, olyan csúnyák voltak, mert ideje volt odébb lapozni. Tehát természetesen van védekezési lehetőség ez ellen. És higgyétek el, pedig a Vedanta mentén haladok, csak kijöttem abból, hogy archaikus nyelvezeten unalmasan elmondom, hogy a tradíció ezt hogy mondta régen. Ugyanis például az egyik Bhagavad Gita vers azt mondja, tiszta híveim gondolatai bennem lakoznak. Életüket nekem ajánlották fel, nagy örömet és elégedettséget élveznek ők, mikor felvilágosítják egymást és rólam társalognak. Vagy Hamvas Béla a Sciencia Szakrában azt írja, egy brahmanát, hát egy lelkileg művelt embert, onnan ismerünk meg, hogy bárhová megy a világban, képes önállóan azonnal közösséget generálni. Vagyis ez ellen, ami a világban most zajlik, az egyetlen védekezési mód a közösség létrehozása, vagy a meglevő oltalmazása, és annak áthatása empátiával és szeretettel. Ehhez viszont kell egy eszmény, ami nem lehet a ragadozók eszménye. Ha nincsen szeretet, nincs, ami összetapassza az embereket. Ugye ezt igyekeznek kigúnyolni, hogy birka szellem meg egyebek, de döntően nem erről van szó, valóban, a kedvenceim volt, a gyerekeim mindig azt nézték, mikor a hatalmas bivajok összeállnak, és akkor hiába óriási a hímoroszlán, esélytelen volt. Van az a kaffer bivaj, vagy mi. Biztos láthatok ilyen filmeket, és akkor addig vagány, amíg egyet támad, és akkor összeáll az a pár tonnás óriás csorda, esélytelen a ragadozó. Tehát ezért szükségét éreztem annak, hogy felhívjam a figyelmet arra, ez vállalom, hogy az én véleményem, hogy látványosan bontanak mind családi, mind nemzeti közösségeket annak érdekében, hogy a magára maradt ember már ne tudja kivédeni az ilyen jellegű pusztító támadásokat. Tehát a régi időkben egy megvilágosodott mester több szinten tanított. Például a Krisztus, amikor a tömegeket látta, akkor azt mondta, nézzétek az égmadarait, nem vetnek és nem aratnak. Mégis gondoskodik róluk. De ki tudja, mit mondott el a 12-nek? Ez mindig így van. Tehát egy hindu közmondás így szól, spirituális mondás, nem a szeret kell megállítani, hanem befogni a vitorlába. Tehát a gyavatott személy minden embertípust és réteget azonnal felfog, hogy hol tart a szubjektív evolúciójában, azért vetítem a mesterem könyvét, mert eddig beszéltünk arról, amit a nyugat félreértése okozott, de valójában létezik a szubjektív evolúció, a te személyes belső fejlődésed, ami egészen más irányba indul, mégis tapasztalati természetű. Én nem egy vallásról beszélek, hanem egy olyan fokozatokból összeálló belső struktúráról, ami minden ember öröksége, és mindenki megvalósíthatja, és komoly előrelépést eredményezhet. Például az Avadhuta Gita 1.25, ugye azt írja,
Tatvamaszi, ez Szepes Mária néni kedvence volt. Mindig, ha elkezdtünk beszélgetni, akkor azonnal ezzel kezdtük. Alig várta, hogy érkezzem, ugye, mert azt jelenti, hogy te is az vagy. Ugye? Így szól helyeslően a Szentirat. Néti, néti, sem ez, sem az. Ezt mondja az ötelemből épült világra. Tehát akit hordozunk, akik legbelül vagyunk, az abszolút, az benned is ugyanaz, mint bennem. Amit viszont észlelni kellene, hogy aminek olyan nagy fontosságot tulajdonítunk, ugye a külső környezet, néti, néti, sem ez, sem az, azt jelenti, hogy vigyázat, az ateizmus is csapda, és az ortodox vallásosság is csapda. Egyébként eddig még csak ezt kínálták az emberiségnek. Tehát lehettél bigottan vallásos, mert valljuk be, oka volt arra a felvilágosodásnak, hogy elege legyen a mágiákból, az inkvizíciókból, a tudósok üldözéséből. Aki ezt nem látja, semmit nem ért. Na de ez egy hatalmas csapda megint, hogy jó, akkor most kaptok érzékkielégítő materializmust, hű, milyen klassz lesz. És azzal megint a valóság lett elfedve, hiszen erre mondja a Vedanta Sutra, vagy ez esetben ugye az Avatúta Gita, hogy fontos észrevenni, hogy kétféle szellemi csapda van, ugye a tapasztalatok nélküli csak hitből összeálló vallásosság, ami végül is dogmatikába fog torkolni, ráadásul minden vallás különbözik, de mégis magát tartja az egyetlen kinyilatkoztatásnak, ugye a másik oldal pedig a minden tagadás vagy materializmus. Mi pedig arról beszélünk, hogy a Vedanta azt mondja, hogy el lehet jutni egy olyan tudatállapotra, ami egyenlő távolságra van az ortodox vallásosságtól és a durva materializmustól, bár el kell ismerni, hogy mivel a vallásosság tartalmaz erkölcsiséget, szeretetet és hitet, mindenképpen a kiskapujának számít a megvilágosodás felé haladásban, egész addig, amíg nem nagyon veszélyes emberek kezébe kerül, mint Mediciek, Borgiák, ismeritek a történetet, hát az minden volt, csak nem vallás. Tehát azt a filmet nem tudom, ki bírja végignézni. Csinálták ezt a sorozatot a Borgia pápákról, meg egyebekről. Egyébként van humora az életnek, nem tudom, mondjam-e, mondom, ugye most adjuk ki a szanszkrit szótárunkat, mert elkészültünk vele. Már azt reméltem, hogy azt mondhatom, hogy az e-book verzió ma már letölthető, de még utolsó műszaki. Tehát 2000 oldal, nem mondom hány év munkája, szanszkrit magyar értelmező szótár, hogy otthon is lehessen kutatni és tanulni ezeket a dolgokat, akit érdekel. Hát Körösinek ez volt az álma, az egyik legalábbis. Mindig arra jön rá egy komoly ember, még ha szerény is, hogy egy napon mégiscsak el kell indulnia a tapasztalatok útján, hogy ő maga élje át, hogy igen vagy nem. Csak hogy azt fogja mondani a lélek, rendben van, elérhetsz engem, te mit adsz érte? És akkor megkérdezed tőle, hogy mit adjak, és azt mondja, egy életet. Nem fér bele különböző tétovaság meg útkeresés, irgalmatlanul rövid az életünk. Tehát ez van. Aki nem tudja föltenni, tehát nem tud annyi hitet és tudást összegyűjteni, az el fog keseredni és ki fog égni, mert azt mondja, nincs is. De hát a dolgoknak van egy intenzitása, úgyhogy lelkesedés és intuíció, minélkül semmi nem megy. Úgyhogy hát egy ilyen lelkesítő mű pont a Vedanta Sutra, hogy azért íródott, hogy újra és újra feltöltsön bennünket. Jó? Tehát ez egy tehát kis humort, ha megengedtek, sajnos nem ez a harc lesz a végső. Látom, azért még tudjuk a nótát páran. Tehát az emberek nem látják, hogy nem ért véget a kommunizmus, hanem ugyanaz a világhatalom másféle eszközöket alkalmaz, és mindig azt csinálja, hogy valóságos értékekben tömörülő közösségeket széttép, és hazug, csaláson és kifosztáson alapuló rendszerekben megtömörít. Ugye régen ez volt a munkási internacionalizmus, most pedig ugye a szabad piac, meg ilyen hatalmas lózungok. Például aranyos volt, mikor volt a választás, valaki nekem akart kedveskedni, és azt írta, hogy megyek Európára szavazni. De ezek az emberek voltak régen a szovjet emberek. Ezt az én generációm érti. Ezt most egy mai fiatal nem hiszi el, de mi például éltünk benne páran. Akkoriban volt ilyen fogalom, hogy szovjet ember. Azt mi lett a vége? Szovjetunió sincs. Nem, hogy szovjet ember, vagyis mit bizonyít, az életben nem volt szovjet ember. Most jönnek ezzel, hogy európai ember, meg európai érték, de ilyen nincs. Vagy francia vagy, vagy magyar vagy, egyébként meg inkább lélek. És akkor viszont van emberiség, akkor már megint van miben közösségben formálódni. Szóval összefoglalva, a moksa vagy igazi szabadság védikus vagy vedantikus nézőpontból a halhatatlanság,
és európai félreértett nézőpontból pedig a korlátlan érzékkielégítés. Csak hogy ez mivel nem jár? Halhatatlansággal. Tehát a Vedanta felhívja a figyelmet, akármilyen kényelmes és érzéki az emberi élet, ha halálban végződik, és elmaradt az öröklét tapasztalata, az avidyá volt, vagyis nem tudás, vagyis mája, vagyis illúzió. Még azt is felsorolja, hogy mi az ellentéte az igazságnak, és elmondja duál párokban. Például ugye tudjuk, hogy a dharmának 4 pillére van. Emlékeztek? Artha, dharma, káma, moksa. Annyi városban vagyok, hogy mindig meg kell kérdezem, hogy ez volt-e már Győrben. Ugye az első pillér az artha, helyes célok vagy anyagi függetlenség. Ugye azt mondja a Vedanta, a védikus kultúra, hogy ennek ellenpólusa a magánember és az állam eladósodása. Nem is akarok hozzáfűzni. Emlékeztek? Devizahitelek, stb. Hát fuldokolnak az országok a pénzügyi gyötrelmekben. Teljesen tudatos. Tehát az adarma egy ellenkező folyamat. Te, mint magánember nem gyarapodsz, a nemzeted nem gyarapodik, a világ nem gyarapodik, és néhány láthatatlan valaki valahol gyarapodik. De miért? És mit csinál vele, és mit akar ezzel? Ugye a következő, a dharma, ugye az azt jelenti, mint a Tao, erény, hit a transzcendenciában, hogy jellemileg fejlődni akarok, ugye ennek az ellenpólusa az egoizmus, az ahamkár. Nem. Én, még először voltam New Yorkban, nem mindig félve mondom el, mert azóta begyűrűzött Magyarországra, hát az bizony a rendszerváltás után volt közvetlenül, mondhatom, hogy még útlevelem se volt, mert mindig bevonták a kommunisták. Hirtelen lett, hát mondom, elmegyünk Amerikába. Egyébként valójában a Metropolitan Múzeumban volt egy összevont sumér egyiptomi kiállítás, mert az őstörténet a másik veszőparipám, és azt lehetetlen volt kihagyni, tehát ezért elmentem. És az utcán megdöbbentő nőket láttam. A ruhák, a hajak. Tehát Afrikában az természetes, hogy minden kiszúrva, átlukasztva, stb. Még Indiában se látni ilyet. És annyira megdöbbentett, hogy a Broadway-n laktunk, hogy mikor szembe jöttek velem, megfeledkeztem a jó módról, és döbbenten nézni kezdtem, hogy így néznek ki nőnemű emberek. És akkor az egyik lány elém állt, mert látta, hogy én ki vagyok borulva, és kidugta a nyelvét, amiben 5 karika volt. És most senkit nem akarok megbántani, hazajöttem és mondtam, képzeljétek, mit láttam. És az én korosztályom azt mondta, nem, az nem lehet igaz. De mondom, kék volt a haja. De nem, és most elég csak bemenni egy plázába, és ez 3 percenként történik. És nem gúnyolódásképpen mondom, de finoman az ego akar kifejeződni, és már nem tudja, hogy formálisan hogy legyen érdekes. Ez körülbelül olyan nekem, mint Leonardo és Picasso összehasonlítása. És vállalom. Valamelyik filmvégjátékban volt egy érdekes jelenet, mikor az apát bevitték egy ilyen absztrakt és kubista kiállításra, és azt mondta, hát ilyet csinál a fiam, és a felesége fejbe csapta. Ilyet nem szabad mondani. Pedig ez szóval nagyon érdekes. Ugye. A káma, ugye a következő pillér, a szerelem vagy házasság, vagy férfi és nő között, vagy család, és megdöbbentő, hogy teljes erővel tolják a devianciákat. Nem arról van szó, hogy én nem viselem el, vagy nem tűröm el, arról van szó, hogy ő nem tűr el engem. Ezt kéne észrevenni. Éppen, hogy az van kifigurázva, ha én kiállok a szerelem és a gyermek mellett, mint egy azt mondva, ha én ezt megteszem, ezzel azt mondom ki, hogy nem ismerem el az ő jogait. Kit érdekelnek a jogai? Hát nem is gondolkozunk így. Szerintem egy szerelmes az boldog abban, hogy szerelmes, nem foglalkozik azzal, hogy ezt máshogy éri meg. És hát ugye a negyedik kategória, a moksa, az azt jelenti, hogy kijutás az anyagi test és elme illúziójából. Elérni, tudatosan, ténylegesen, átélésen alapuló módon elérni az örökké valóságot. Ez a moksa. És ugye a teljes szabadság, nyugaton beletorkolt a fogyasztás és az élvezői társadalom, a testelme, ugye a szegény Petőfi valóban. Szerintem ezt most már módosítaná, amikor a bőség kosarából emlékeztek, mindenki egyformán vehet. Tehát olyan egész állatkerteket tolnak ki az emberek a bőség kosarával, és nem boldogok. Tehát nézem az arcokat, tehát őrültült, keményen dolgoztak, elköltöttek egy halom pénzt, ugye most már hétvégén is lehet költekezni, és senki nem boldog. Tehát ott van nem is kosár, hanem 4 kerekű kosár. És mégsem boldog. Tehát mindennek megvan az ellentéte. Jaj. Ugye az időt másként fogjuk fel, mint az anyagi világban. Úgyhogy nagyon érdekes, tényleg aztán váltunk a következő modulra.
hogy a Vedanta szerint egy kultúra, vagy egy társadalom, vagy egy nemzet akkor tűnik el, amikor a szellemi tradíciói megsemmisülnek. Tehát sikerül kiirtani mondjuk Krisztust, vagy a Jézus koncepciót az európai ember tudatából, az európai ember nem érti, hogy miért maradjon fent. Óriási harc volt az Unióban, hogy csak egy mondat maradjon arról, hogy Európa a kereszténység talaján épült fel. Ez meg lett vétózva. És ez azért igaz, mert Európa a szabadkönyvesség talaján épült fel, pont hogy a kereszténységgel szemben. Hát hogy is írhatták volna bele? Ugye? És kiderültek az arányok, hogy az egyik oldal borzasztóan törpe kisebbséget alkot a transzcendens nézőpontot képviselő a hatalom valódi gyakorlóival szemben. Úgyhogy nos hát, nézzük meg, hogy ígérem nektek, hogy tényleg a témánál vagyunk, visszatérve a szanszkritra, most ki fogom hagyni a szanszkritokat, egyet nem, úgy tudjuk, hogy Vyavasa Yatmika Buddhi. Ez körülbelül olyan, mint oroszul a Szelszkóháziáiszt vennői, mikor el kellett ragozni. Ez azt jelenti, hogy az összpontosított szilárd értelem egyhegyű, a határozatlanok viszont végtelenül szétszórt értelműek. Tehát a lelki fejlődés, vagy a fejlődésből való kimaradás az azzal van kapcsolatban, hogyha valakinek zavarodott az elméje és az értelme, ugye? És figyeljétek a csapdát, ugye? Ha megnézzük az emberi fejet, sajnos az enyémet kell figyelni, de mindenki a sajátján is meditálhat, akkor azt látjuk, hogy szenzációs az illúzió. Ugye van köztünk orvos, sokkal jobban el tudnám mondani, de láthatóan egy abszolút sötétségben élő lény, az agy, más szervek segítségével akar látni, hallani, ízlelni, tapintani, mit hagytam ki, és szagolni, ugye? Viszont ha megnézzük, az összes érzékszerv, ami az agyra van felszerelve, azért képviseli a csapdát, mert csak is a külső világba irányul, és onnan szerez információkat. Úgy hívjuk ezt, hogy a vritti, elmemódosulat. Kivetül, ugye, megragadja, mint a ragadozó a zsákmányát ténylegesen, beviszi az elme bensőbb, mélyebb rétegeibe, és véleményt formál róla, ami nem lesz túl bonyolult, vonzó vagy ellenszenves. Ez az összes véleménye szegénynek. Tehát körülbelül így élnek emberek. Érdemes megfigyelni, új kollega jön az irodába, nem? És mondjuk 10 már dolgozunk ott. Lehetne statisztikát készíteni, hogy kik lesznek többen, akik örülnek, hogy jött, vagy akik néma csöndben ugye a pradájától kezdődően a kontyáig így fölmérik. És 8-2-re fog nyerni az, aki idegenkedik. Tehát benne van az emberben, hogy élből unszimpatikus neki az, amivel először találkozik. Jöhet a következő kép, ezért ezt így hívják az írások. A vágy, a gyűlölet, a boldogság, a boldogtalanság, a test, a tudatosság és a meggyőződések, ezek röviden a tettek mezejének átalakulásai. Tehát az Icchádvésa Szukham Dukham, azt akarom ezzel mondani, hogy egy olyan emberen segíteni nagyon nehéz, aki egy nem akar a testen és az elmén túlterjedően gondolkozni. Tehát még értelmiségi is van. Ilyen azt mondja, nem létezik. Innentől kezdve vesztettünk, mert ez egy tapasztalati út, ami hittel és bizalommal kezdődik, viszont amit ő nem vesz észre, annyira nem szabad, hogy összesen két dolog fogja rángatni, erre mondtam az előbb a példát, valamihez vonzódik, valami pedig ellenszenves lesznek. De akkor miért válunk el a nagy szerelmeinktől? Milyen érdekes. Nem éppen, hogy kiállítunk valamit a saját elménkről, hiszen valamikor mindenkinél jobban vonzódtunk hozzá. Ugye? Az a lény még mindig ugyanaz, majd eljutunk oda, micsoda válóperek meg gyűlölködése. Tehát tele vannak még a magyar sorozatok is. Tele vannak ilyen filmekkel, hogy halálos ellenségé válik az az ember, akit mindenkinél jobban szerettünk az életbe. Tehát mi történik? Tehát értékrendi baj is van, meg rendkívül módon kiszolgáltatottja az elménk ennek a két. Úgy tudjuk, hogy Neumann János ezt figyelte meg, amikor a számítógép ősén kezdett el gondolkozni. Mai napig minden számítógép igenek és nemek sorozatából áll, mert kifigyelte, hogy az elme nem tud más csinálni, mint vonzó, elutasítom. Ugye? Félelmetes. Tehát nagyon nehéz ezen túljutni, és még egyszer mondom, minden ember rendkívül zavarodott és határozatlan, hogyha úgy éli az életét, hogy megengedi, hogy úgy éljen, hogy szimpatikus, nem szimpatikus. És aztán jön a marketing, meg akármi, csak el kell találni a közízlést, és már rohanunk is vásárolni. A szavazásnál ugyanez. Hát hallatlan. Ugorjunk 2-t.
Szóval még egy mondat, és akkor kijövünk ebből a modernitásból. Tehát voltak éppen a Vedanta nézőpontjában az anyagi élvezet által boldoggá tett tömeg lesz az, aki elpusztítja majd a civilizációt. Ez nagyon érdekes. Ezt így fogalmazza meg szó szerint. Azt mondja, Étam Dristvam Avasztabja, Násztát Átmánó Buddhaja, Prabhavantya Ugrakarmák, Sajjágyagató Hitá, vagyis az eféle végkövetkeztetéseket követő, az önvalóról, tehát a lélekről szóló tudástól megfosztott, csekély értelmű áldáz emberek a világ ellenségeiként születnek meg, hogy elpusztítsák azt. Elég hazamenni és bekapcsolni a iradót, és akkor lassan fogalmunk lesz róla, hogy mi zajlik itt körülöttünk. És ijesztő, hogy mi mindig csak ülünk. Tehát ez nagyon, az egész világ, főleg a fehér ember, aki minden talentum hordozója, aki azért én imádom Indiát. De valahányszor a párommal Judittal hazajövünk, azért fürdőszoba, nem? Az ember álmodik egy vajas kenyérről, hogy egyik barátom azt mondta, amikor a Ganges hídján 4 órás dugóba szorultunk, és már nem tudtuk, hogy tegyük a nedves kendőt az arcunkra, hogy ne fulladjunk meg. Azt kérte, hogy ha a Lánchíd előtt, a körforgalomban, ő arról panaszkodik, hogy dugó van, nagyon erősen úgy vágjam tarkón, és csak azt mondjam neki, Kalkutta. Tehát azért az, hogy csatornázott, gyönyörű városaink vannak, tényleg tiszta élelmiszer, az otthonaink, tervezhetjük a gyerekeink életét, stb. Tehát erre azt mondani, hogy a nyugat nem ért el valamit, és ne, tehát nem, fantasztikus ide születni, ez egy óriási, egy nagyon kiváltságos hely, kicsit így szomorúan jegyzem meg, hogy tehát döbbenetes, hogy megnyeri az életet, ugye a retteltes pestissel, mondjuk jókor mondom, hogy hogy mondják, ez a mama hozta fel a szomszéd néni 13 kilós szatyrot, 80-valahány évesen, ezt ő úgyse fogja nézni, úgyhogy merem mondani, elvettem tőle, majd leszakadt a karom. Mondom, de hát mondom, bármikor elmegyünk Judittal és segítünk, hát minek ennyit cipekedni, 2 fordultam, míg felbírtam hozni. Jön a vírus. És rizs, meg izé, meg szóval döbbenetes, megállunk egy pillanatra, ez annyira lényeges. Tehát az az ember, aki nem halad a megvilágosodás felé, az alsó három csakrában él. Ugye a gyökércsakra, ha van köztünk pszichológus, Európában úgy mondjuk, hogy harcolj és menekülj. Itt lehet a leghatalmasabb manipulációt elérni az emberekkel, nem lesz pénzed, meg fogsz halni, szörnyű dolgok várnak rád, és totálissá. Mindig van bennünk egy szorongás a haláltól, és valaki még ezen elkezd játszani. Abban a pillanatban általános élményünké vár, hogy nincs biztonság égen földön. Tehát már nem kellett 3 nap, és megkergült az emberiség. Internet, stb. Úgy, ugye, hát mindenki a halálra készül természetesen. Eddig ugyanis más volt a módszer, de nem hatott. Eddig azt csinálták az európai emberrel, hogy elérhetővé tették a szexualitást, a pazarló bőséges ételt, az utazásokat, egy szóval a fizikai test érzékeinek magas szintű kielégítését, ez a második csakra. És a nyugatiakat főként ezzel manipulálták, hogy a Kánaánban miért kéne ezt megváltoztatni. És ugye a legkisebb réteg az a harmadik csakra, az hatalmat gyakorol a többi fölött, és esetleg beválogatunk, ha jó fiú vagy jó kislány leszel, akkor te is a csapattagja lehetsz. Nem kell más csinálnod, csak áruld el az Istent, a hazádat, tagadj meg mindent, és már is köztünk a helyed, itt ülhetsz jó fizetésért. Csodálatos. Tehát egészen döbbenetes ezt látva. Ennyi volt idáig a... És ez a kép, csak egy-egy mondat, mindenki tud meditálni, azt mondja a Vedanta. Csak rosszul. Ugye? Az, hogy az érzékek az elmére vannak illesztve, azt hiszi, úgy hívják, hogy antahkarana, a benső érzék. A benső érzék azt hiszi, tehát az a nagy rendező pályadvar, ami belül az érzelmekben és a gondolatokban próbál rendet tenni, azt hiszi, hogy ő ez a testelme. Ezért, amikor gondolkodik, valójában meditál, az mindig valamilyen élvezettel kapcsolatos vágy. Egyfolytában ez van az elmében. Hogyha mindig arra gondol, hogy azt szeretné, például szeretne sok pénzt, nem tudom, megnyerték az 5 milliárdot, vagy még nem volt húzás. Most még az is lottót vesz, aki azt se tudta, mi az. Ugye? Tehát ha mindig ezen töpreng, valójában az meditáció. Hogy mondja Freud, a dolgok megvalósulásának az a kezdete, hogy az ember makacsúrájuk gondol. Ezt a Popper Pétertől hallottam.
ő hivatkozta meg, de van benne valami, tehát ha mindig ezen törjük a fejünket, szokásunká válik ez a kanaka kamini pratista, hogy pénzt, szexualitást és megbecsülést akarunk. Tehát az emberek ettől a három dologtól, ez az alsó három csakra. Ha ez tényleg így van, kötődni kezdünk ezekhez, a jellemünk úgy torzul el, hogy találkozunk egy modern emberrel, és azt látjuk, hogy minden gondolat, minden szó és minden cselekvés ennek a háromnak a kiszolgálására törekszik. Tehát a jelleme az, hogy pénzt akar keresni, a jelleme az, hogy jön a hétvége, szétissza az agyát és szexel, és egyébként az a jelleme, hogy van a sorrend, megvan a vagyon, megvan a gyönyörű nő, akkor már csak államelnök leszek. Ilyenekből most egyre több van világszerte. Áll mellette a szépségkirálynő. Nem így van. Tehát egyszerűen az ember ismeri a filozófiát, döbbenetes. Először meggazdagodik, utána elveszi, megszerzi a tündéri nőt, mi nem volt még? Ja, hatalom. És akkor azt is megszerzi. Csak szíve nem lesz soha. Ugye, itt ez lenne a fordulópont. Tehát kialakul egy ilyen jellem, úgy hívják, hogy kanaka kamini pratista, a másik pedig az, hogy kámakrot halopha. Ugye? Kéj, düh és mohóság. Ez fogja jellemezni az embert. És aztán csodálkozik, hogy jön a karma, a magyar nyelven ugye a sors, ami azt jelenti, hogy függeni kezdünk a gyönyörtől és a fájdalomtól is. És tudom, hogy már hogy fáradtak vagyunk egy napnak a végén este, de mégis most érek vissza a kiinduló ponthoz, ugye az órát is nézve nagyon boldogtalanul, valamire elkezdtem feltöltődni. És döntően arról van szó, hogy nem azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy én egyéniségként tapasztalni tudjam a bennem lévő legfelsőbbet, egy megbonthatatlan szellemi nyugalmat kéne, hogy létrehozzak, vagy elérjük. Ugye ez a szamatvá, ez volt az első 5 percnek a lényege. Ehelyett mi történik? Pont fordítva kialakul egy olyan sorsom, hogy állandóan úgy definiálom a boldogságot, megszereztem a pénzt. Enyém a gyönyörű nő. Vagy az is, mert most már ugye itt már olyan számok vannak, hogy már mint a birtoklásban, meg az élvezetben, és a másik, hogy félnek tőlem, van hatalmam a többiek fölött, stb. Mindjárt alátámasztom, korunk nyugatot meghatározó filozófusa az Nietzsche, aki ebben már nagyon szókimondó volt, tehát erről beszélni kell, mert össze lehet vetni, mint ellentétes irány a Védantával. De nézzük most még a Védantát. Azt mondja, Nasti Buthir ajuktasztja, röviden, mert szalad az idő, nem lehet tiszta tudata annak, aki nincs jogában. A joga azt jelenti, hogy minden szinten összeszedett vagy. Ugye? Mert képtelen a koncentrációra. Azt mondtuk az első percekben, ugye Gurudéván mindig azt mondta, hogy a kevesebb a több, hogy ezeken a fájtlakon kéne keresztül jutni, vagy valahogy áthatolni. Tehát ha képtelen az összpontosításra, nem fog tudni átjutni ezeken a lepleken. Tehát összpontosítás, kontempláció vagy meditáció nélkül nem érhető el az elme megállapodott nyugalma, és miként létezhet boldogság benső béke nélkül. Tehát először kéne, hogy koncentráljunk. Mi a baj ezzel? Ahhoz kéne egy olyan dolog, vagy valami, amiről neked meg lenne a meggyőződésed, hogy fölülmúlja az anyagi élet minden ajánlatát. Kérdezem, hogy követhető még így a végén. Ugye? Csak akkor tudsz, úgyhogy hogy ekagráta, egyhegyű elmére szertenni, és valamire összpontosítani, amire, most direkt mondom így, filozófusként meg vagy róla győződve, hogy az életünk hordoz magunkban és körülöttünk olyan értéket, ami fölülmúlja azt, amiről olyan sokat beszéltünk ma este, tehát megérdemli, hogy rá összpontosítsunk. Igaz? Ha a tudásunk elegendő ehhez, a meditáció magától alakul ki, mert kedvenc témája lesz a tudatnak, hogy mindig erre összpontosít, és ugye dáraná, azt hívjuk gyánának vagy meditációnak, amikor az összpontosítás egyre könnyedebb és egyre hosszabb. Ugye? A gyermekünk elmegy valamilyen ifjúsági táborba, akár aggodalommal, akár szeretettel rágondolunk, az nem megerőltető. A labdáról őt eszünk be, az ott hagyott játékáról, akkor a falon együtt vagyunk a képen vele, megígértük, hogy egy hétig nem háborgatjuk, de rendre mi történik? 2 nap múlva elautózunk és meglessük, hogy jól megy a sora. Pedig alig vártuk, hogy szülőként szabadok legyünk egy kicsit, és tényleg tudjuk, hogy vigyáznak. De hát ez a szeretet. Tehát ez kicsit anyagiasnak tűnő példa, de ilyen természetességgel változik meg a tudat, ugye emlékeztek az előző képre. Az eredmény, hogy könnyedén és megszakítatlanul fókuszálunk egy az anyagnál és az energiánál értékesebb valamire, ami bennünk és körülöttünk van, ami létrehozza a nyugalmat. A nyugalom azt jelenti, nem izgat fel, amit látok.
Nem izgat fel, amit hallok, nem az érdekel, amit ízlelni fogok, vagy tapintani. Tehát emlékeztek, az érzékek csapdájáról volt szó. És ha valaki meg tudja őrizni ezt a benső nyugalmat, létrejön egy olyan béke, amit úgy hívnak, hogy Shanti. Ugye, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, nagy és olyan jógamesterek vagy filozófusok, akik oktatást tartanak, igen gyakran fejezik be úgy a tanítást, vagy egy mantrát, hogy Om Shanti, Shanti, Shanti. Ugye legyen béke a durva, finom és kauzális szinteken, azt jelenti. Tehát rend és harmónia az emberben. Rendkívül érdekes, hogy a harmóniát is lehet terjeszteni az emberek között, nem csak a diszharmóniát. Tehát nem tudom, van-e ilyen élményünk együttesen, olyan elme mellé telepedne, aki rendben van, békés és harmonikus. Tehát találkozom egy barátommal, vagy egy olyan emberrel, akinek ez jellemzi a személyiségét, az emberre magára is átterjed ez a finom hangoltság, a harmónia, a nyugalom. Valami más típusú, hosszabb hullámú dologgal terítődünk a környezetében, nem? Aztán otthon felszállunk Pesten a 4-es 6-osra, és azt veszük észre, hogy 3 megálló múlva jártányi erőnk sincs. Mi van, és hasonló, felsőfokú, csodálatos. Tehát azt is érez. Hát nem mindegy, hogy az emberek tömege milyen elmét és milyen szívet szállít, ugye? Úgyhogy nagyon érdekes dolog ez, meg az is, hogy fut az idő, jön a következő kép. Ugye direkt rakom ide, én Nietzsével együtt érzek, és szeretném elmondani, hogy nem kifigurázni akarom, távol álljon tőlem. Ugyanakkor, hiszen ő szó szerint bele is őrült abba a próbálkozásba, hogy szerette volna megfejteni korunk problémáját. Tehát a legnagyobbak között értékelem, a tragédiája a miénk. És ugye a legendás mondata, hogy Isten halott. Nem tudom, ki olvasta. Sajnálom, hogy angolul tettem ide a borítót, az egész életmű kapható magyarul a Bookline-nál és a Librinél. Tehát az Antikrisztus című műve, meg az összes többi, ami megrendítő, tehát nagyon nehéz objektíven olvasni, igen felkavaró, ahogy ő gondolkodik. Hát így kezdi, hogy Isten halott, nem egyszerűen meghalt, hanem mi emberek öltük meg őt. Ugye az ember nem ismer el semmilyen magasabb értéket a földi létezésnél. Mi köze ennek a Védantához, mondhatná az ember. Hát először is a Nietzsche több dologban is tévedett, fura, hogy ilyet kimer mondani az ember. Az egyik, nem azzal ért véget a történet, hogy Isten meghalt, mert ő ugye Krisztusra gondol. A történet ezzel ért véget. Ezt mindig elkezdik. Ugye emlékszem, a Makovec, mikor még élt, mesélte a szevillai világkiállításról, és ugye ő beállította a magyar pavilonba egy föltámadott Krisztust, a kommunizmus, azt hiszem ez 84-ben. Minden este ledöntötték egy vasgolyóval az osztrákok a tornyot. Úgyhogy a spanyol rendőrségnek körbe kellett állnia a magyar pavilont, vagy mások, mert kibírhatatlan volt az üzenet már akkor is, hogy a magyarok Krisztusa a feltámadott. Azt, mikor itt volt az indiai mesterem, Istenem, de régen 95-ben, hát már ő is eltávozott, megjegyezte, hogy azért örülnek az európaiak, hogy az ő Istenük jó alaposan föl van szögezve, holott a történet nem így ért véget. Hát ha bénult, ha neked állandóan a bénult, megalázott, legyőzött és megvetett Istent, ráadásul ugye emberforma Istent kell látnod minden templomban, keresztben is, és senki nem küldi át, hogy de hát a történet így volt, akkor nem csoda, hogy Nietzsche is félreérti, vagyis valóban a Védantából kiindulva, helyesen értelmezve a folyamat vége nem az ember elbukása és Isten halála lesz, hanem az Isten föltámadása az emberben, és igenis fel fogunk tápászkodni, egyszerűen azért, mert a halhatatlan nem tud meghalni. Tehát a befedettség lehet totális, az illúzió, a sötétség lehet. A kínaiaknál, a Taoban van az aranyos, emlékeztek, hogy van a fehér halacska, meg a fekete halacska. És most abban a korszakban vagyunk, hogy a fekete már óriási, és már csak egy apró kis mag, ezt direkt mondom, egy apró kis magocska, egy apró kis szem fehérlik benne, de az a dinamikája a teremtésnek, hogy amikor már úgy tűnik, hogy a sötétség óriás kigyója mindenkit elnyel, ettől csak megindul a folyamat visszafelé a maga természetét követve. Tehát a fényt lehetetlen legyőzni vagy megsemmisíteni. Ember elbukhat magában, én vagy te mondhatom azt, hogy de lehetséges, nincs Isten, nincs lélek, nincs értelme semminek, élvezzük, amíg élünk. Persze majd meglátjuk, hogy a történelem ezt mennyire hagyja. Mert abban is el vagyunk kényeztetve, hogy 60 éve nem volt európai háború. Tehát kimentünk a formából, hogy is. Hogy apukám most távozott elő, még azért el tudtam mesélni, hogy az hogy is nézett ki, meg hogy kellett élni embereknek. Tehát ez egy hallatlanul
a komoly dolog. Egy mondat csak, amiért tényleg be kell vetni más típusú gondolkodást, ugye Nietzsche a következő szöveget hagyta ránk, tehát ezt szó szerint idézem, azt mondja, minket, jó európaiakat mit tesz különbé a nacionalistáknál? Először is istentagadók és erkölcstelnek vagyunk, de eleinte még támogatjuk a vallást is, a csorda ösztön erkölcseit. Ezek ugyanis egy olyan emberfajtát készítenek elő, amelyik egyszer majd a kezünkből eszik, mely a mi kezünket fogja kívánni. És most hadd ne folytassam, mert mégiscsak Vedanta est van, de arra rá kell mutatnom, és ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a Vedanta nem egy elavult, tradicionális tudomány, hanem minden korban, ha birtokában vagy, feltárja, hogy mesztelen a király. Tehát Vivekabuddhi, tudsz tájékozódni abban, hogy hova csöppentél. Ez az egyik dolog. A másik pedig nem szabad elfelejteni, hogy attól, hogy jött a rendszerváltás, attól még a mai irányultsága az európai életnek igenis ideológián alapul, ami borzasztó pusztítást végez. Úgyhogy nézzük, hogy miért óriási érték, amit Nietzsche képvisel, de miért illúzió. A Vedanta azt mondja, hogy az erényes, önmagát legyőző ember lesz ember feletti. Tehát mind a két nézőpontban a cél az ember feletti ember elérése. Például amikor kiadtunk egy könyvet Judittal, direkt azt a címet választottuk neki, hogy ne gondolkozz úgy, mint egy ember. Akkor még nem gondoltunk arra, de hát lehet ember alatti módon is gondolkozni, meg lehet ember feletti módon is gondolkozni. Ki hitte volna, hogy tömegek kívánják meg az emberhez nem méltó gondolkodást, ami most van. Ki hitte volna? Úgyhogy azt mondja Nietzsche, hogy az ember feletti ember az igazi érték, ő ezt hirdeti, szembeállítja a csorda vagy tömegemberekkel. Tehát a Gida Jenő azt mondja, hogy én nem tudlak elképzelni téged, Uram, ilyen kitelt arcunak, mint a tejbe esett rózsa. Ugye a Krisztusan című versben leírja, hogy ő hogy fogja fel. Tehát ez egy egészen, a lelki ember az egészen más karakter. Az nem gyáva, az nem tétova és nem céltalan. Tehát a szeretet az túlterjed önmagunkon. Ugye? Jöhet a következő kép. Megfogalmazza a Vedanta is, hű, 4 percen marad, de legalább idáig elértem, hogy mit ért az ember feletti ember alatt, és érdekes módon egészen más jellemzőket sorol fel, amiket elérni sokkal nehezebb, kétségtelen tény, és azt mondja, hogy aki vonzódástól, ellenszenvtől mentesen gyakorolja az átman, tehát az önvaló megvalósításának szellemi útját, ezáltal érzékein uralkodva megszabadul az érzéktárgyak befolyásától, így elérheti az elme tökéletes nyugalmát. Tehát mivel kifogytunk az időből, két dolgot szeretnék mondani, hogy igazából az ember feletti embert azt találja meg, aki legyőzi az emberit. Ugye ez nagyon érdekes. Ez pedig csak úgy lehet, hogy rájövünk arra, hogy nem az a cél, hogy kielégítjük az érzékeinket és az átmeneti fizikai testünket, hanem kutatunk azután, jöjjön az utolsó kép, kérném szépen, kutatunk azután, hogy ki lehet az emberben. Ugye így kezdődik a Vedanta Sutra, nem tudom mennyire látszik, Adhátó Brahma Jigyasa. Ez szó szerint azt jelenti, hogy kutas az abszolút igazság után. Azt mondtam az első percekben, hogy Vedanta Sutra azt mondja, létezik abszolút igazság, ezt hívják Brahma Jigyasa, az azt jelenti, hogy intellektuális kutatás az abszolút igazság után. Szépen fordítva, most, hogy elérted az áldott emberi létformát, nincs más dolgod, mint kutatni az abszolút igazság után. Ugye ezzel szemben ki kell mondani valamit Nietzsche oldalán. Ő tökéletesen állapította meg, hogy mi az ember feletti ember, de ő valójában az ember alattit találta meg. Most nem akarom, hogy lapozgassunk ott a kerékhez vissza, de amit ő embernek gondol, azt úgy hívjuk, hogy ahamkára vagy ego. Ő nem az ember feletti ember találta meg, hanem a lélek legnagyobb ellenfelét, az pedig az ego. Nem az átman találta meg, az örökkévaló Szatcsitananda, Brahmannak a bennünk lévő fényét, hanem a létező legtorzabb részét az emberi identitásnak, nevezetesen a durva hamis egót. Úgy hívják, hogy aha, mama, emlékeztek? Én és enyém. És azt mondta, igazodva a trendhez,
hogy a rátermett, a könyörtelen, a részvétlen, a szívtelen jogosult arra, hogy uralmat nyeljen a birkák fölött, akik még hisznek ebben az Istenben, aki pedig meghalt. Ugye, nem tud mit kezdeni azzal, hogy esetleg ez nem igaz és nem így történt, vagy nem így kell erre tekinteni. Úgyhogy két verssel szeretném befejezni, hogy visszatérjünk a metafizikához. Az egyik, hogy a Vedanta nem vallásos mű, ennek ellenére, ha csak azt kapnánk, amit megérdemlünk, óriási bajba kerülnénk. Igenis létezik a kegyelem. Így hangzik az egyik vers, hogy együttérzésből a szívükben lakozom, s a tudás fénylő lámpásával szétosztatom a bennük lévő sötétséget. Tehát ugye ki milyen mértékben adja át magát nekem, olyan mértékben adom át magam neki. Tehát csak úgy tudod megtapasztalni, amiről én most meglehetős bátorsággal beszélni mertem, hogy teszel lépéseket irányába vagy felé, ennek lesz a következménye, hogy ő is tesz lépéseket feléd. Tehát a találkozás nem marad el. Úgyhogy a jó kívánsága így hangzik a Bhagavad Gitának, ez a macsitta szarva durgáni, vagyis ha tudatod bennem rögzül, akkor kegyem révén túl fogsz jutni az anyagi lét minden akadályán. Azonban ha az egón keresztül cselekszel, nem halván engem, mármint az átmant, hogy értsük, akkor elvesztél. Tehát ha még erősnek is tűntek a jelzők, nem arról van szó, hogy Descartes, Nietzsche vagy a többi nem jogosan és hihetetlen intelligenciával feszítették meg szellemi erejüket, de arról viszont szó van, hogy teljesen hibás irányt választottak, hiszen definiáltan kétségbe vonták, hogy létezik abszolút igazság, és létezik valami örökkivaló benned és körülötted. Ha te ezt elfogadod, vagy én ezt elfogadom, gondolkodó emberként valóban nincs más célja az életnek, csak a vagyon, a szexualitás és a többiek fölötti hatalom. Valahova kiírtam, nem tudom, hogy tudjátok-e, nem értünk el odáig, van egy Thomas Piketty nevű, megtaláltam, nem hoztam el, mert 600 oldal, 8 kiló. Érdemes megvenni, PDF-ben még nem láttam, Thomas Piketty, ugye a tőke, Marxot parafrazálja, ironizálja. És abból kiragadtam, hogy leírja, hogy 8 embernek akkora a vagyona a Földön, mint 3,2 milliárdnak. 3,2 milliárdnak. 26 embernek akkora a vagyona a Földön, mint 3,5 milliárdnak. És akkor nem folytatom, ez egy egész fejezet, amit egyszer, és megkérdezi, ezek az emberek hol vannak, mit akarnak, és mit csinálnak a világgal. Szídjuk a feudalizmust, meg egyebeket, az életben nem volt még ilyen brutális vagyon és politikai erő felhalmozva valaki kezében. Tehát nem tudjuk, hogy ez hova tart, vagy mit akar. Viszont óriási, hát úgy dobálnak kormányokat, népeket és sorsokat. Ugye azt tanultuk az evolúció, hogy a természet dönti el, hogy valaki vagy egy nép fennmaradhat. De most azt látjuk, hogy emberek eldöntik, hogy az a nép élhet, az a nép meg nem élhet. És ennek így kell lennie, mert én ezt kitaláltam. Tehát azért problémás az ego, mert Isten akar lenni. Tagadja, hogy létezik Isten, de figyeld meg, hogy mindegyik arra törekszik, hogy beálljon erre a helyre. Halatlanul fontos. Úgyhogy, hogy mégis jó hangulatban és pozitívan fejezzük be, azt mondja a Bhagavad Gita-ban az Úr, én vagyok a lélek, vagyis amiben különleges a Vedanta Sutra, hogy akit mi Istennek nevezünk a vallásban, az ugyanaz a lény, aki benned van, bennem van, és mindenütt van. Nem tudom, hogy követhetőnek. A jelentősége óriási, ezért onnan folytatjuk, hogy Sarva Dharmán Paritya Jamámékam Saranam Raja, Ahamtam Sarva Pápébjó, Moksa Isyámi Másúcsa, vagyis add fel a vallás minden változatát, és egyedül bennem keres menedéket. Én tehát, mint átman, mint örökkévaló, benned, bennem, mindenkiben jelenlévő, megszabadítalak téged minden bűntől, ne aggódj. Tehát azt is fontos lesz a folytatásban elhelyeznünk, hogy mit ért a Vedanta Isten vagy lélek alatt egészen pontosan, mert finom távolságot tart az illuzorikus vallásoktól is, hiszen ha megnézed, és akkor tényleg látom, hogy már 2:20, voltak éppen a vallás tragédiai Európában, hogy nem tudja megkülönböztetni a lelket, az elmét és a testet. Ezért azt szugerálja az embereknek, hogy paradicsomi jólétben föltámad majd fizikai testében, ami alatt újra ott tartunk, ahol az egész probléma indult,
hogy akkor ezek szerint a végső boldogság az nem más, mint a korlátlan érzékkielégítés. Nem tudom, hogy értitek ennek a drámáját. Egyszerűen nem tudja feltételezni, hogy a lélek nem az érzékeken keresztül elégül ki. Nem tudja elképzelni, hogy ez egy teljesen más, szó szerint természetű entitás. Ugye? Hát tovább is van még, de majd akkor egy következő alkalommal. Köszönöm szépen végtelen türelmüket, elnézést, ha néha kicsit így úgy tűnt, hogy elragadhatom magam, de lényegesnek éreztem, hogy ne csak végigolvassunk, vagy végigvegyünk tárgyilagosan egy fejezetet, hanem rámutassunk, hogy ez lüktető, élő problémába talált bele. És talán érdemes megfontolnia az embernek, hogy mi is veszi körül, de nem politika volt. A szubjektív részét azt vállom. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és ha úgy gondolják, folytatjuk a következő alkalommal. Viszontlátásra.